Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. A két hadirokkant hadtápos. Úgy valahogy. Na, hát már beszélni sincs ereje. Az egyik taknyos, a másik egyfolytában krákogni fog, meg köhögni, úgyhogy előre is elnézést kérünk. De az élet zajai be fognak szűrődni még jobban talán, mint eddig. Boris, kérlek, ne küld az orosz bérgyilkosokat rá Fifikára. Különben nem lesz medve ízű likvid. Medve ízű, jaj, de borzasztó. Igen, mert ma valaki rákérdezett, hogy miért nincs málna aroma, és mondtam, hogy megették a medvék. Erre egy másik kommentelő okosan beírt, hogy akkor lesz medve ízű likvid. Nem, ez a málnának a kopiluekje. Meg kell várni, míg a másik oldalon kijön. Így van. Na de mi történt veletek a Nathan meg a taknyon kívül a héten? Várjál, ezt most én kezdem. Csütörtökön volt egy jópofa csőtörésünk. Úgyhogy hazaértem, és csöpögött a konyhában a mosogató csaptelep. És hát mondom, ez egy tök egyszerű probléma, szétszedem újra a beteg, még ilyen kóctömítés. Emlékszel ilyenekre? Igen, mert igen, igen. Ami még a teflon szalag előtt volt. Így van, még a teflon szalag előtti időszakban. És leszedtem a csaptelepet, kitekert, mert megnéztem, szerintem ott van egy két darab körhagyó excenter, amivel be lehet állítani ugye a csaptelep távolságát. És kitekertem a körhagyót, szépen betekertem teflonna, visszatekertem a helyére, és amikor így ráhúztam, a fele benne maradt a csőbe, a másik fele meg a fogóba. Na, akkor rájöttem, hogy azért csöpögött, mert már meg volt repedve, és hát ez volt ilyen úszva este 9 óra. Egy, nem bírtam kitekerni, tehát tudod, nem volt már fogás, tehát magába a menetbe volt benne a cucc. Kettő, hogy valahogy le kéne fürödni. És akkor ilyen, tehát az egyikbe pezsgős dugót tekertem, a másikba levágott gumikesztyű ujját töntem ki ilyen mindenféle szövet darabba, és addig fogtam a két lukat, hogy ki ne vágja a víz a tömítéseket, amíg letusolt a család. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kellemes kis csütörtök este volt. Pénteken a lányom a háromnapos, hogy kell mondani? Hüvely? Xiaomi. Nem. A Huawei, tudod, amit mi, tehát Krisztián se tud jó kimondani. Huawei. Tök jó mondani, hogy Huawei. Jó, tehát azt a telefonját, mert hol hordja a gyerek a telefont, hát nekem gyerek, ugye, 25 éves, hol hordja a telefont, hanem a farzsebébe. És annak örömére, hogy lett víz, érted, berohant a klotyóba, letolta a nadrágot, és ezzel a mozdulattal így bang, bele a vízbe a telefon. Úristen, szóval nekem így a hétvégére elég meredek dolgaim jöttek össze. Úgyhogy ez történt nálunk a családban, a Mézga családban, illetve a Fifika családban, a Medve Köztársaság környékén. Ti jöttök.
Velem semmi nem történt. Majd amíg Charlie beszél, eszembe jut, hogy mi történt velem, volt a kép. De be is van lassúva, Krisztián, mert hogy tehát erre lett volna most itt egy 4 perc, míg a Fifika beszélt, de nem. 3-szor kellett arra is megkérnem, hogy egy videót meg tudjon nézni. Velem mi történt? Na most én vagyok úgy, mint Mujó, hogy leadásom volna, aztán mindenféle mással foglalkozom, csak a leadással nem. Mert podcast van például, de tényleg nekem most így az alvás megvonás inkább, ami fáj, de holnap esküszöm, hogy kialszom magam überfaszán, mert nem állapot már, hogy fölkelek 8-kor és kialvatlan vagyok, úgyhogy az lesz az én challenge-em most a holnapi napra, de tényleg semmi extra nem történt velem. Illetve mi? Hát megjött egy-két kiegészítőm hollandusoktól, meg most rendeltem egy nagyobb csomagot a hogy hívják azt a Hualu fickót Feddeditől, és azokat a csomagokat várom most, hogy jöjjenek, és akkor épül mindenféle exotic squonker cuccmák, mert Andor linkelget már megint fest, de hát nem tud olyat linkelni, ami 650 euró alatt van, tehát ez így képtelenség, Andor! És most te jössz, Mujó. Hát, köszönöm szépen, végig gondoltam igazándiból. Két dolog történt velem. Az egyik ugye, hogy lett egy dwarfkám, amivel bohóckodom. A másik meg, hogy összeszedtem Kingától valami rettenetes takonykort, és most tetőzik nálam, úgyhogy én külön szeretnék előre is elnézést kérni az orrfújásokért és a tüsszögésekért és egyebekért, mert katasztrofális. Én is. De hogy jó hírrel is szolgálhassak, mert az is van, most, hogy elindult a párásító hallgatói szponzorációs bigyó, ideje megtudnotok, hogy múlt hétről erre a hétre áttettük a podcast felvétel székhelyét, úgyhogy az áldásos szponzorációknak köszönhetően most már a saját privát repülőgépünkről vesszük föl ezt az adást, ha vártok egy picit, ideintem a pincérünket. Igen. Ah, köszönöm. Így, igen. Szóval minden fasza. Durran a moi pesgő. Nem, különben nem így van. Tehát 3 külön jeten vagyunk, és picit drága a műholdas telefon, de megoldjuk ezt is. Pénz nem számít. Az a lényeg, hogy most, mert hogy nem egy helyen vagyunk, te most mész éppen Dubajba megnézni a Ferrari-nak a sportarénáját, hogy kipróbálhassd az új Itáliát, aztán ha bejön, akkor veszel, ha nem, akkor nem. Én maradok Elon Musknál és a Teslánál. Illetve most megnéztem, mert épp láttam a körúton a héten hajnalban, amikor mentem dolgozni, láttam egy BMW i8-at a 8. kerületben. Tehát mennyire szürreális volt ott parkolni, látni egy ilyet. Szóval gyorsan megnéztem, hogy mennyire lehetne már kapni egy ilyet, hogyha na mégis, ugye. Patom 40 millió forint, de a használt autó már van 36 ért, tehát abszolút jó a deal. A hülyének is megéri. Igen. Népautó. Hát mondom, hát a 8-ba látsz ilyet úgy, hogy tehát ott lakik valaki. Hát ez tényleg csak évek választanak el attól minket, hogy ez ne legyen kirívó példa. Úgyhogy ezen... Én megelégszem egy új Dacia Dusterrel is, tehát nyugodtan adakozzatok ennek a két úriembernek, aki repülőre, meg Ferrari-ra gyűjt, egy Dacia Dusterrel is beérem. Köszönöm szépen. Megijedtem egyébként kicsit attól, amit mondtál nekem valamelyik nap délután, hogy lesz itt még lázadás, mert Na, mi lett ez a hirtelen nagy csönd itt, Charlie-t? Lezuhant a repülő, nem? Nem a repülőn, te vagy, Krisztián, össze ne tévedd már. Jaj. Hogy a Isten meg a... Már csak azt láttam, hogy quit unexpectedly.
és hogy akarok error reportot küldni, mondom, azt akarok, a legkevésbé rohadjatok meg. Beszélni akarok. Kurva anyját. Oké, okay, akkor most lehet, hogy itt majd lesz egy vágás, meg is markolom. Azt akarok a legkevésbé. Mi ez az effekt? Szóval dököljön meg ez a kurva applikáció, hogy elkressett. Tehát a lényeg, hogy Fifika mondta, hogy hú, majd lesz itt izé lázadás, hogy nem derült ki nekik, hogy ez hogy mondják magyarul ezt a hogy havonta megújuló a fizetés. Tehát, hogyha valaki beixelte... Recurring magyarul. Igen, igen, igen. Hogyha valaki beixelt X-et, akkor azt minden hónapban, amikor beixelte, attól egy hónapra rá mindig tranzaktálja neki. De aztán megnéztem, kim van a weboldalon is, meg el is mondtuk, de most elmondjuk még egyszer. Meg, hogy bármikor lehet cancellálni, hogy szép magyar kifejezéssel éljek. Megszakítani a folyamatot. Igen. Lemondani. Paytus interruptus. Paypal. Nem a Paypalnál kell ezt, hanem a... Dolgokat nem mond. Hanem ennél az oldalnál. És egyébként az Uber durva dolog, hogy ugye akkor volt 4-5 ember, aki már akkor rányomott a támogatásra, és azóta gyorsan összeszámolom, azt mondja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-en tették meg ugyanezt. Köszönjük szépen! Gyúj, de csodálatosak vagytok! De ez még mindig nem elég arra a rohadt Ferrarira. Igaz, Mújó? Pedig még jogsit sincs. Hát igen, nekem is kell az a Ferrari típusú népautót szeretnék. Igen. Meg a Louis Vuitton táskát tudod, mert hát az nem kirívó most már azon a környéken. Na, kezdjük el a témákat, fiúk? Kezdjük el. Először is egy... Zsugorjunk bele. Beleugrottam volna anélkül is. A debreceni... Nem azt mondtam, hogy ugorjunk, azt mondtam, hogy zsugorjunk bele. Oké. Okay. Tehát a debreceni kutatással kapcsolatban van némi info, az Attilának írt, és azt felejtsük el, mert nem rakunk névelőt. Attilának írt, nem mondjuk ki, hogy Lackó, mert nem szereti, a Tillának írt Rózsa Dávid, aki egyébként a debreceni kutatásban segítkezik, és azt írta, hogy idézem, kedves résztvevők, az első és legfontosabb kérésem az lenne, hogyha tudnának még keríteni legalább 2 szemét a vizsgálatokhoz, az nagyon jó lenne, mert sajnos nincsenek nagyon új jelentkezők, így azonban a mérések száma még sajnos kevés. Jövőkedre várnánk a... Hát ez mikor volt? Na mindegy. Jövőkedre várnánk a jelentkezőket a szokásos kondíciókkal, 10 mg per milliliter körüli likvid, amit megtudtunk utólag is, meg hát ezt én se tudom hova tenni magamba, hogy ennek mi köze van az egészhez, hogy 6-os, vagy 10-es, vagy 100-as, vagy 3-as. De mindegy, minimum 1 éve használja az elektromos cigarettát, és 1 hét analóg bevállalása. Kardos Sándor úrnak jelzem, hogy a leleteket, eredményeket szerdán fogom megkapni, igyekszem aznap be is szkennelni, akkor ez itt off. Még kérdez XY-t, hogy megkapták-e az eredményeket, tetere az nem kell, az sem... meg azt sem, köszönve a segítséget és remélve, hogy nem hiába vállalták a visszacigizést, üdvözlettel, Dávid. Úgyhogy 2 darab tüdőre lenne még szükségünk, a tüdőt körülvevő bionikus vázzal. Gyakorlatilag még 2 ember, aki le tudna menni, de hogyha 3 span van, az sem baj. Szolgálati közlemény vége. Haj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 
nem, mert ha most azt mondjuk, hogy lemegyünk, akkor senki más nem jelentkezik. Menjetek! Menjetek! Legion Run. Hát az semmiféleképpen nem jött most ide, de akár le is futhattok, igen.
hős légiósként, és aztán, hogy rá is ugorjak a következő témára, és ezzel, hogy legalább addig se szívja az elektromos cigijét, megadnám a szót. Ficsor, mély tisztelettel üdvözölt Zoltán. Zoltánnak, mert hogy megjött a válasz a társadalmi egyeztetésről. Várjál, tisztázom a népnek. A társadalmi egyeztetés az ugye az volt, amikor mondták, hogy széles körű társadalmi egyeztetés folyt a törvénytervezet benyújtása előtt. És akkor itt megadnám neked a szót, hogy vázold, mit jelent számukra a széles körű társadalmi egyeztetés. Tehát az egyesület egy gyakorlatilag tényfeltáró levelet írt Kövér László házelnök úrnak, amelyben gyakorlatilag kifogásoltuk, hogy a T per 7404-es számú törvényjavaslat benyújtását megelőzően nem került sor szakmai érdekképviseleti szervekkel való egyeztetésre. Erre kaptunk egy kettő oldalas válaszlevelet, Krisztián. Egészen elképesztő, ahol egyébként azt gondolom, hogy egyrészt idéznek a jogszabályokból, azt mondjuk, tudod, ez az átugrás, és aztán közlik velünk, hogy emlékeztek arra két napra. Hogyne. Az a másfél nap volt, igen. Az a másfél nap gyakorlatilag, amikor az XY, nem tudom én milyen titkárnőnek meg lehetett írni a véleményünket. Nos, egyrészt a levél kifogásolja, hogy nagyon sokan olyan tiltakozó levelet küldtek, ami nem értelmezhető, nem a tárgyhoz kapcsolódik, illetve a közerkölcsöt és az emberi méltóságot sérti. Az a vélemény, ami úgy kezdődik, hogy mi a faszt csináltok, az már nem vélemény. Tehát annyira nem vicces a dolog, mert én fölhívtam a titkárságot, és gyakorlatilag rákérdeztem, hogy gyakorlatilag itt mire gondolnak. És tulajdonképpen bement hozzájuk 100 fölötti számú levél. Ebből a 100 fölötti számúból nem is tudom, valami titkárnővel beszéltem, aki egyébként minden egyes levelet végignyálazott. A 100 fölötti számúból több mint 30 első mondatában a kurva, az anyád és a basszátok meg szavak voltak a jellemzőek. Azt gondolom, hogy amúgy ez is megérne egy misét, hogyha egy ilyen helyre kell bárkinek írni. Mi azt hiszem, hogy Krisztián nem egyszer és nem kétszer adtunk fogalmazvány mintát, hogy hogyan kéne azt a levelet megírni, mit nem ment át az üzenet. Többféle változat keringett a Facebookon. Nem, öcsém, mi azt majd most megmutatjuk a kurva anyukat, és akkor írtak egy ilyen levelet. Na, ez pont olyan, mintha nem írtak volna semmit. A mi általunk benyújtott levél egyébként a 46. sorszám alatt, ez nem tudom miért annyira fontos nekünk, de hogy a törvényjavaslat véleményezők és észrevételt benyújtók között szerepelt ön is, mint a Villanypára Egyesület elnöke, külön név szerint feltüntetésre került a véleményezők listájában a 46-os sorszám alatt, az alábbiak szerint, idézője 46. pont Ficsor Zoltán, zárójel Villanypára Egyesület elnöke. Köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, és a jogalkotás során a társadalmi egyeztetés keretében érkezett észrevételeket a tárca figyelembe vette, mi meg nem vettük észre, és
Az észrevételekre adott válaszokat a tipizált összefoglaló tartalmazza, mely a www.kormány.hu honlapon jelenleg is elérhető. A fentieket összefoglalva látható, hogy a minisztérium eleget tett a társadalmi egyeztetésnek, azon belül az általános egyeztetésre vonatkozó kötelezettségnek. A törvényjavaslat kihirdetése 2015. december 23. napján megtörtént. Sattarattarattara, tisztelettel, tadam. Kettő dolog. Az egyik elnézés, hogy nevettem, nem azon nevettem, hogy ilyenek megtörténtek, hanem a nyelvezete. Tetszett nagyon a dolognak. Az valóban... Le fogom másolni, Krisztián, és átküldöm neked, hogy az utókornak megmaradjon-e becses levél. Igen. Hogy igazából nem tudom tényleg, ahogy tessem, hogy mire gondolhatott az, aki az ilyen stílusú leveleket megírta. Segíteni nem segít az ügyön, az biztos. Most azon gondolkozom, hogy igazából rontani se ront, mert, és ez a harmadik, ami eszembe jutott, hogy a társadalmi egyeztetést ezek szerint a minisztérium, és hát innentől kezdve az aktuális, jobban teljesítő kormányunk is, úgy gondolja, hogy a kötelezettsége kimerül annyiban, hogy csinál egy ilyen kis bulit, amire mindenki hozzászólhat, és az ő feladatuk nem az, hogy értelmezzék, átgondolják, felmérjék, ne adj Isten, megfogadják az abban megfogalmazottakat, hanem az, hogy összesítsék, és hónapokkal később kitegyék egy PDF-ben. Tehát ennyi. Mi meghallgattunk, és itt a bizonyíték annak, hogy nem, igazándiból nem, mi nem meghallgattunk, hanem erre az a jó szó, hogy mi csináltunk egy ilyen bugyrot, ahova tök fölöslegesen írhattatok, és nézzétek, mindegyiket begyűjtöttük, és itt van egy PDF-be. Tehát ez nem egyeztetés, amikor hát, ki... Ez arra jó, hogy utána el tudnak számolni, hogy tessék, a tied volt a 46. Ez az egyik. A másik meg, hogy az egyeztetés az két irányú kommunikáció. Én úgy gondolom, Krisztián, hogy te hülye vagy. Te azt mondod, nem, Charlie, szerintem én nem vagyok hülye. Én meg azt mondom, átgondoltam, tényleg nem vagy hülye. Na ez az egyeztetés. Az, hogy te azt mondod, hogy... Vagy átgondoltam, és továbbra is hülye vagy. Igen. Vagy csak kicsit vagy hülye, vagy mit tudom én. Igen, de az nem egyeztetés, hogy akkor, várjál, akkor talán lenne egyeztetés, hogyha azt látnánk a törvénytervezethez képest, hogy nem tudjuk, hogy az összes változott. Többi mi volt, de hogy változott valami, de nem változott semmi. Hát, tehát akkor lehet, hogy abban egy csomó jó gondolat lett volna azokban a levelekben, amik úgy kezdődtek, hogy a kurva anyád. De igen, ez szar, hogy tehát ilyet nem írunk, egy hivatalos... Nem azért nem veszik figyelembe. Tehát az egyeztetésnek lényege eleme, azért nincs értelme anélkül az egyeztetésnek, hogy egyáltalán bármit figyelembe vennének. És ez a fajta kibaszott, cinikus hozzáállás, hogy a törvény betűje szerint neki kell egy ilyen látszatintézkedést végrehajtaniuk, ahol a pornép beküldheti a véleményét, hogy aztán semmit ne vegyenek figyelembe. De egyébként meg az milyen egyeztetés, hogy küld be az elektronikus úton, és a zsákfaluba, ahol nincs internet, akkor ő... Postán is küldhetted két napig, másfél. Nekem a legelső megmozdulása problémám volt. Milyen egyeztetés az, ahol azt a civil szervezetet, akinek egyébként levélben megígérték, hogy bevonják, még csak értesítése küldenek, hogy te barom, most van kettő darab napod arra, hogy megírd a véleményedet. Szedd össze a gondolataidat, másfél napod van azt megcáfolni, amit mi összelapátolt, jó, hát ezt összeszedtem volna egy óra alatt, amit ők leírtak, de ezt ők tudományosan előgondolkodták mondjuk hetekig, hónapokig, és a cáfolatra van másfél napod. Na mindegy, mindegy, amire ki akartam lyukadni, hogy lehet, hogy voltak jó gondolatok abban, amik elhangzottak a mindenféle obszcén szavakat nem mellőző levelekben, de
rá tudták fogni, hogy hát ezért nem vették figyelembe egyik. Mint az iskolában a pedellus, hogy majd ő rendre tanít minket. De mondjad. Ő majd rendre tanít minket. A másik, hogy szerintem egy csomóan nem figyeltek, és amit megtudtatok ti is figyelni a videókban, amikről kértük, hogy mondjátok el, hogy miért ne vezessék be, vagy mi az aggályotok, és nézzétek meg, vagy meg tudtátok nézni, emlékeztek, hogy 10 videóból a végén 4 arról szólt, hogy azóta könnyebben megyek fel az emeletre, azóta a tüdőm jobb, azóta érzem az ízeket, amit senkit nem érdekel. A kérdés nem ez volt. Ezért nem tudta értelmezni. És ez neki kapóra jött. Igen. Mondjuk kérdés az, hogyha tudta volna értelmezni, is egyáltalán kezdett volna-e vele valamit. Szerintem egyébként nem. Tehát ez egy ilyen gyilkos szövetség, tudod. Kitűztük emberek az utat, oda kell menni. Kész. Más lehetőség nincs. Viszontlátás. Ennyi. De most már akkor értjük, hogy milyen az, mikor mindig elmondják ezt, hogy társadalmi egyeztetést kezdeményeztünk. Ezt így kurvára egyszerű. Gondolom az a weboldal is, amint társadalmi egyeztetést kezdeményeztek, azt is legalább 20-30 millióból lapátolták össze. Nézd meg most a pedagógusokat, hogy ott milyen egyeztetés folyik, milyen szervezetekkel. Igen. Érted? Tehát, na, hát aki egy, mondjuk én ugye egy pedagógusnak vagyok a férje. Tehát azért nálunk ez így napi szinten téma, pedig itt ez a kisiskola gyakorlatilag szinte alig van érintve, miután egyházi föntartású intézmény. De van egy csomó pedagógus ismerősünk. Tudjuk, hogy milyen borzasztó leterheltek a gyerekek. Tehát mi az, hogy 40 óra van egy héten? Hát ember, gyerekről beszélünk, érted? Hát annak idején, amikor én még az iszonyatos kommunizmusba jártam iskolába, tiltva volt a gyerekmunka, nem is tudom, tehát 4 órát dolgozhattál nyári szünetbe, össze-vissza. Érted? Itt meg gyerekek képesek az iskolába 6-7 órát eltölteni, plusz a házi feladat, meg még amit rájuk tukmálnak. Hát azért álljunk meg egy pillanatra, na. Ja, és egyáltalán nem okosabbak mondjuk, mint amilyen okosak, ugye Charlie, mi vagyunk Krisztiánnal együtt. Igen. Hát nem. Most gondolkoztam, hogy nekünk mennyi volt az iskola, de hát ez már tényleg túlmutat rajtunk, hogy ez miért ilyen, meg miért ilyen szar. Meg el is kanyarodunk a témától. Én még beleszúrnék itt egy olyat, hogy tök jó rátapintottál egy lényeges pontra, Charlie, hogy meghirdetik, hogy akkor mostantól lehet 2 napig írni. Mondjuk ezt így délután, vagy délelőtt meghirdetik, tehát igazándiból tényleg már csak másfél napig lehet írni. Mondjuk ezzel szemben az Egyesült Államokban, vagy Angliában arról szólt, hogy előre bejelentették, hogy ebben a témában ekkortól várjuk majd hónapokkal később 180 napig a véleményeket, meg a hozzászólásokat, és volt rá x hónapot, hogy rákészülj, és baromi sokáig gyűjtötték. Tehát most lehet, hogy él valahol, Isten se tudja hol, egy elképesztően fajsúlyos tudós ember az országban, aki tudott volna írni egy olyan 30 oldalas valamit, amit netán el is fogadnak, kétlem, hogy bárki egyáltalán figyelembe vette volna, de nem elképzelhetetlen, hogy egy rendkívül fajsúlyos szakvéleményt lehetett volna beküldeni, mondjuk postai úton. Hol van neked alkalmad arra, hogy megírd, megfogalmazd, és postára add. Sehol. Ez egy hülye vicc. Tehát ez tényleg csak a látszat intézkedés, látszat tevékenység, hogy kipipálhassák, hogy a törvény betűje szerint tessék megnézni, mi eleget tettük a kötelezettségünknek. Az, hogy ezzel mindenki kitörölheti a hátsóját, az már részletkérdés. Igen. Fifika közben elhalálozott? Nem haláloztam el, csak így végig gondoltam ezt az akkori időszakot.
és hogy mennyire kapálóztunk, és próbáltunk tényleg érveket fölhozni, megfogalmazni, ne, tehát, és teljesen, de teljesen hidegen hagyta őket. Fifika, nyugodjál meg! Minden a nem dohányzók védelmében van. Még azt ennyi. Szeretném kérdezni, hogy... Egy kérdésről volt szó. Értettem, köszönöm. Megint láttam ezt a embert a tévében, úgy fölment a pumpa, de most már nagyon prón ül az asztalon, vagy nem az asztalon, az asztalnál. Hú, mindegy, nem is folytatom, mert most meg eldöntöttem, hogy ez az adás, ez clean lesz. Igen, az jó, mi is tudom. Olyan nem lesz, Charlie. Ja, jó, akkor nem. Na, ennyit erről a témáról. Igen, Fifika? Fifika igen, nevét Fifika. Olvasom a felelős oszlopban. Tehát, ugye az történik egyébként, hogy próbálunk készülni arra a lehetetlen helyzetre, amit május 20 fog magával hozni, és ugye mint gyártó azért az előgondolkodás ugye nem csak a politikusok sajátja, hanem a miénk is. Ezért aztán fogtuk magunkat, egy tím összeült, végigmentünk a törvényen, és tudod így, ú, basszus, ezt is, és de ezt hogy nem érdekes, megcsináljuk a legjobban, ahogy csak tudjuk, stb. És így ugráltuk át az akadályokat, és a végén beleütköztünk egy falba. Ha valaki végigolvasta annak idején az e-cigarettára vonatkozó törvényjavaslatot, és most már ugye nem mondhatjuk azt, hogy javaslat, hanem a hatályos jogszabályt, akkor annak a végén van egy nagyon furcsa kitétel. Ugye végigmentünk az egészségvédő figyelmeztetéseken mindenféle tehát az, hogy mi az, hogy kibocsájtás, nem érdekes, majd megmérjük, mi az, hogy fajsúly szerinti összetevők, nem érdekes, azt is felsoroljuk. Tehát így tudod, mentünk végig, már látjuk, hogy egy komplett diagnosztikai labor kell a gyártó háta mögé, hogy egyáltalán ezt a bejelentő lapot ki tudja tölteni. Viszont itt a vége, az teljesen homályba került nálunk. Azt mondja, hogy az elektronikus cigaretták, dohányzást imitáló elektronikus eszközök és utántöltő flakonok gyártói és importálói kötelesek az OGYEI részére, ugye ez az Országos Gyógyszer és Élelmezés Egészségügyi Intézet részére évente adatokat szolgáltatni a tárgyévet követő év március 1-jéig. Márka nevenként és terméktípusonként az értékesítési volumenekről. Ez idáig tiszta. B. Különböző fogyasztói csoportok, köztük a fiatalkorúak, a nem dohányzók és a dohányzók főbb típusainak preferenciáiról. Mi van? De ezt már kibeszéltük annó is, Fifika. Igen, csak érted, próbálom helyre tenni magamba ezt a dolgot. Hogyan fogok én bármilyen preferenciáról nyilatkozni, mikor nem én kontaktálódok mondjuk azzal, aki megveszi. Kettő. Amennyiben a trafikos fog ezzel a problémával találkozni, és neki kell ezt a részét mondjuk kitölteni, és átadni nekem, és nekem kell majd egyébként még ugye az is benne van, hogy ezt fordítsam le majd angolra is, mert azt úgy illik, továbbítani,
akkor bemész a trafikba, és meg fogják kérdezni minden nőtől, hogy ne haragudjon, ön terhes? Nem, szerintem ez úgy lesz, mint a Bauhausban van például, hogy mikor vásárolsz, vagy egy időben, gondolom ilyen valami felmérés volt, hogy honnan vásárolnak, és mindig megkérdezik, hogy az irányítószámát elkérhetem? Ez is pont olyan lesz. Csak úgy fog kinézni már egy idő után. A tizedik vásárló után... Irányítószám, terhes, dohányzó. Hát nem hiszem el, bazd meg. Tehát a tizedik vásárló után már ez ilyen gördülékenyen fog menni, hogy tudod, mintha beszélgetnének, hogy csókolom a kis kezét, hölgyem. Hogy tetszik lenni? Csak elhízott, vagy esetleg állapotos? És hány éves, ha megkérdezhetem? Férje? Nincsen férje. Értem. Gyerek van otthon? Tudod, a többi gyerekre kivigyázik. Vagy kivigyáz akkor. Nincs több gyerek, értem. És akkor utána egy tik-tik-tik-tik-tik végig x-eli. Ja, és akkor hogy utána kell. Elnézést, hölgyem! Az irányító számát elkérhetem? Na, szerintem ez... Nem tudom ezt máshogy elképzelni. Vagy úgy lesz, hogy az elektromos cigihez, elnézést, hölgyem, mielőtt odaadnám, itt egy kérdőív, gyorsan. X-elje végig. És a legszebb az a háromas pont majdnem a legvégén, az OGI, az egyes bekezdés szerint szolgáltatott adatok alapján évente elemzést készít, és minden év június 30-áig tájékoztatja a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet dohányzás fókuszpontot, az ANTS OTH-t és az egészségügyért felelős minisztert arról, hogy az adatok alapján az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és utántöltőflakonok használata nikotinfüggőséghez vezethet-e, vagy dohánytermékek fogyasztására késztetheti a fiatal korúakat és a nem dohányzókat. Aha. Fifika, sehogy nem tudsz jól kijönni belőle, mert hogy volt a két kérdés? Vagy a végén? Várj, Charlie! Az egyik az mi volt? Ha ezt végigolvasod, ezt úgy hívták annak idején a vallásháborúba, hogy predesztináció. De ezt akarom mondani, hogy mi volt az utolsó kettő? Az egyik, hogy a nikotinfüggőséget ezzel alátámasztjuk, ergo, ha sikeres a dolog, akkor több fogy, ergo, honnan tudod megmondani, hogy na mindegy, megmondod, és azt mondod, hogy több fogy, ergo, több a nikotinfüggő. Ha nem fogy több, hanem a dohányból fog több fogyni, akkor kapudrog! Tehát ebből nem tudsz jól kijönni, pláne, hogy tudjuk, hogy kiknek adják tovább feldolgozásra. Tehát ez a lesz rajtad a sapka, trafikban... vagy nem lesz rajtad sapka? Várjál, a legszebb kör szerintem az, hogy a trafikban eladott fiatalkorúaknak... Hát ez egy kész. Tehát ez végtelen hurokba kerültek. Igen, tehát hogy a fogyasztása késztetheti a fiatalkorúakat. Tudod, bemegy valaki a trafikba, persze lehet venni egy cigit fiatalkorú, vagy az. Jó, de csak egy cigit vehetsz, semmi másért. Nem, ez már ott bukik, hogy be se nem léphet oda. Be se léphet oda. De tudod, majd lesz olyan, mint a fagylaltos, tudod, hogy az utcára kinyit egy ablakot, egy cigi fiatalkorúak. Az se lehet. De hogy fogják ezt fölmérni, érted, hogy ez a fiatalkorúakat késztetheti a dohányzásra? Tehát olyanokról már nem is beszélek, hogy az én piac, tehát én kutassam a piacot, csinálj egy összefoglalót, mellé még az angol fordítást is. Hát moziba ne vigyelek. Hát érted? Oda ne, de ki tudja megállapítani, hogy te valótlant vagy valósat közölsz. Kacsintó smiley. Kész. Édes Istenem. Kibaszott idióták. Ennyit ez, arról, hogy... Tehát semmi nem lehet neki nálam így a biztosítékot, érted? Igen, Mújó. Na jó. Mondjad. Semmi, mondtam, hogy igen, Mújó. Tehát mondta, hogy ennyit arról, hogy clean adás lesz. Azt görgessetek vissza majd az iTunes-ba, és nézzétek meg, hogy mikor lebegtették meg az egész TPD-t, meg az anyám kinyát, és honnantól lettünk explicitek. És azóta 18 karikásak vagyunk. Én kérek elnézést.
Hát ez nagyon jól látható, hogy honnan indul a TPD, mert onnan... Igen, 100 év múlva majd, mikor valaki nézi a podcastet, és még a szerveren is ott lesznek a cuccok, akkor nézd, ott volt a TPD, ott pirosodtak be! Ott kezdődött a társadalmi egyeztetés. Egyeztetés. Széleskörű társadalmi egyeztetés. Várjál, hogy hívták a Terminátorból az anyját az egyetlen női szereplőt, a Linda Hamilton az... Sarah Connor. Sarah Connor. Képzeld el, mikor majd ott az emberek és a robotok harcolnak, és az ellenállók is pörgeti a naptárat. Nézd oda, odáig kell visszamenned a múltba. Hallod? És hú, én ilyet nem mondok, de sőt, még neveket sem mondok, hogy kiknek, de ennek kell megölni az anyját, meg ennek. És akkor nem lesz TPD. Na, akkor most kéne elkezdeni a crowdfundingot, egy időgép megszerkesztés. És szerintem az utolsó egy év legjobb ötlete volt ez a podcast során. Gyerekek, akkor kitűzzük a 10 millió dolláros célt a Patronon, dobjuk össze egy időgépre. Hát szerintem abban a pillanatban tiltanák a fiókunkat, hogyha én ezt oda kiírnám, hogy mire kell... De hát a saját T-1000-esünkre. A saját T-1000-es terminátorunkra, aki kimondja, hogy I'll be back. Visszamegy az időben, hogy elkapja a frakját tudománytagadó Tibinek. Most szerezzük és báránybőrbe bújtézik holnak. Most szerezzünk be egy telefonkönyvet, és húzgáljuk alá a neveket, és adjuk oda neki. Ne kelljen neki akkor mindenkit fölhívni. Ne, úgy, mint a Marty McFly, tudod, hogy keresd meg 2016 márciusban a sportalmanak helyet, azt mondjuk, hogy Dócon, menje Dócra, nézd meg azt a telefonkönyvet, és aki alá van benne húzva, na azoknak ne kegyelmezz! Ó, érzem, jó lesz ez az adás. Jó, Istenem. És én át fogom írni az adás címet. Sarah Connor kerestetik. Kész. Kinél van egy elfekvő T-1000-es? Egyszer használt T-1000-est vennék nyomottáron. Korai méták kíméljenek. Jaj, vége van a papot. Ja, itt vagyok. Hát te miért lúgatod az orrod? Sarah Connor. Jaj. Közszolgálati Terminátor perceinket hallottam. Oh. Erről nehezen fogunk leakadni, úgy látom. Hát. Mondjuk én igazából egyébként nem is ezzel kezdeném, Charlie. Hanem visszaküldeném a picsába oda, amikor a Facebookot kitalálta ez a köcsög, és az volna legelső. Ezt lőd, bazd meg ezerre a kurva életbe. Jaj. Mi bajod a Facebookkal? Az a bajom a Facebookkal, hogy a jó múltkorában fogtam magam, és elkezdtem nézegetni, hogy a Facebookon hányféle e-cigaretta csoport rétezik, és mi engem is megdöbbentett a szám. Ráadásul azt satszolom, hogy vannak még olyan csoportok, amikről én nem is tudok. Amikről a gazdájukon kívül senki nem tud. A gazdájukon kívül senki. Tudod, a deep webben. Van egy kurva jó csoportom, nagyon biztonságos, csak én vagyok benne. Az infók nem szivárognak. Vagy ha igen, tudom, hogy kitől. Tehát végignézegettem, hogy mennyiféle Facebook csoport van, és... Mondjuk az egyikben admin vagyok éppen, tehát ha valaki abban a csoportban úgy érzi, hogy nem jutott be, az miattam van. Mert most már rászoktam, hogy a jelentkezőket tudod így egyesével. Végignézem.
Na barátom. Lekáderezed. Na barátom, legalább egy elektromos cigi megosztásod, vagy utalásod, vagy bármi van-e a Facebook oldaladon, és akkor tudod így nézed, napi 50 megosztás, érted, és az egyiket azt hiszem másfél óráig görgettem, és egy deka, érted? Egy deka, de egy szó, egy semmi nem volt az elektromos cigarettáról. Miért akar ez egy Facebook csoportnak tagja lenni e-cigi ügybe, érted? Ott van a kezdők csoportja. Társadalmilag akar egyeztetni. Társadalmilag akar egyeztetni. És akkor azt mondtam, hogy köszönjük, nem. Tehát akinek semmiféle nem is tudom, ráirányuló magatartást nem látok a Facebook oldalán, azt így kipöccintem, hanem be se engedem abba a csoportba. Ráadásul az egy ilyen kvázi e-cigarettás harcos csoport, tehát ott sem újdonságot tanulni, sem, mit tudom én, tekeréssel kapcsolatos kérdéseket nem tud föltenni, és Isten bizony, hogy visszasírom azt a fórum állapotot, amikor nem is tudom, voltunk talán 2000-en a fórumon, tök normálisan lehetett beszélgetni, átszervezni, de ezt már többször elmondtuk, keresni, összegyűjteni, különrakni dolgokat, külön a mit tudom is én, a drip kazánokat, külön a felújíthatókat, külön az integráltakat, és azon belül csoportosítani, és pikpak meg lehetett találni mindent. Most egy Facebook csoportba, ha bemész, akkor hogyan fogsz tudni keresni téged érdeklő, vagy az lesz az első, hogy fölteszel egy kérdést, azt, ha valaki akar, válaszol, és akkor bemegyek, azt nem is tudom, nem a kezdők csoportjába, mert ott tök normális adminok vannak, hanem valamilyen elektromos cigaretta, nem tudom én, mi kedvelők, akármi, és ugye srác fölteszi a kérdést, át akar szokni, mit vegyen. Na és akkor ment ám az osztás, hogy hát a Kanger Subtank Mini, meg a nem tudom én, és tehát teli tüdős, meg tehát kész voltam, tehát így elméláztam magamba. Arról nem beszélve egyébként, hogy ma Magyarországon a Facebook csoportokba, és itt most nem csak az e-cigarettás csoportokról beszélek, de hogy egy halom ilyen csoportba gyakorlatilag semmi másról nem szól az élet, mint hogy berakják XY nem tudom én miért, jó, körbe röhögik, azt mennek tovább. Érted? Tehát, mintha ilyen gettósodás lenne, hogy is mondjam, tehát nem a közös cél tartja össze az adott csoportot, hanem hogy közösen utáljanak valamit, vagy valakit, nem tudom. Tehát értitek, hogy miről beszélek? Tehát amikor így a zsidók ezt kurva jó megoldották, mert volt egy utálatos kép, azt megköpködték, azt mentek tovább. Érted? De hogy itt minden nap kihúznak egy nyuszit a kalapból. Várjál, hogy ráfűzzek erre, mert esküszöm, hogy nem beszéltünk össze, de képzeld, én is porondra kerültem egy ilyen prominens csoportban, aztán attól függetlenül, hogy egy csomóan azt mondták, hogy szard már le, én meg azt mondtam, hogy fuck yeah, hívjatok be. És amit mondtál, és úgy, hogy én annak a csoportnak tagja voltam egyébként régen, aztán ezért is, meg másért is kiléptem onnan. És Fifika, te állítsd át pustutókra, mert borzasztó, nem hallom saját magam tőled. És aztán bementem, és azok a nagyhangú emberek, mert láttam egyébként, hogy a párásítóba elkezdenek így jönni emberek. De mit tudom, és egy óra alatt 4-5-en. Aztán semmi. És aztán, amikor bementem abba a csoportba, akkor ott már, hát én előtte ugye elkezdtem gépelgetni a szövegemet, és látom, hogy pittyeg ez a kurva Facebook. Ránézek, hogy mi van. Na mi van? Nem mersz válaszolni? Mondom, várjál már egy picit, most írom a
gondolataimat össze. Jól teszed. Ti csak mondom. Na, úgyhogy összeírtam, leírtam, hát egy, nem tudom én, mit tudom is, 1000 karakterbe beraktam, és utána mindenki 50 szálon elkezdett irogatni a saját kis kérdésére válasz, mert ugye ez hatalmas botrányt kavart, hogy azt lemertem írni, ott a párásító csoportban volt egy nagyon szimpatikus komment, hogy én eladtam a lelkem azért, nem 10 milli likvid ér, mert hogy kimertem rakni a mínusz 20% akciót az oldalra, egyébként a Petitől, aki nem kevés likviddel, meg hát így ugye anyagilag is likviddel támogatja majd a 100. adást. Ajándéka, képzeljétek el nekik, amiért ők köpködnek, és utána ott megmondtam a véleményem, és leírtam, hogy van egy csomó csoport, ahol lehet köpködni, meg anyázni, hogy ez a csoport, ez nem arról szól. Hogy a sok értelmetlen csoport, és akkor ott ezt magukra vették, hogy az értelmetlen csoport meg, hogy ott csak köpködnek, azt behívogattak, és akkor, hogy nem látják a kommentemmel, letiltottam őket. Hát mondom, tehát ennyi szabadságom legyen már, hogy azt tiltok le, bazd meg, akit akarok. Mert én nem akarom, hogy lásson, én nem akarom látni, hogy ne is idegesítsen, azt ennyi. És nem tudták, én megkértem őket 2-3-szor, hogy olvassátok már el, amit írtam. Abba ott van minden, és akkor abból kérdezzetek, hogy mi nem világos. És nem. Mindenki hajtogatja a sajátját. Azokra így próbáltam válaszolni, de tudod, mikor válasz, és akkor már így nem tudom én hány thread mélységbe vagyunk, akkor jó, feladtam, és akkor még látom, olvashatlan, kattintok, válaszolok. Azt egy órácskát ott elvoltam, úgy mondom, akkor még kérdés esetleg, vagy valakinek, mert akkor én mennék, akkor épp valamikor este 6-7 körül már szerettem volna ebédelni, és mondtam, hogy akkor ennyi volt, köszönöm, fogadó óra, vagy mit tudom is én, minek hívjátok, akkor itt vége van. Én elmondtam mindent, akinek hiányzik valami, az ott van a leírásban, amit én összeírtam és ott beraktam, onnan lehet még olvasni, és akkor köszönöm szépen, sziasztok. És akkor kiléptem onnan. Azt utána még ment ott a köpködés, tényleg nagyon nem érdekel már, hogy mit írogatnak, meg milyen gázóra fejű vagyok, meg a faszom se tudja. Pont leszarom, kapirgálok a saját szemétdombomom, vagy hogy mondjam, itt a mi csoportunkban ebből soha nem volt gond, abból sem, hogyha nem ecigis témáról beszéltünk, mert ugye az adással kapcsolatban beszélgetünk ott minden szírszarról. De hát igen, hát ez van. Bájos volt az este. Én csak utólag sajnos majdnem egy nap csúszással tudtam megnézni, de úgy visszaolvasva azt a komment erdőt, az még viccesebb volt. Igen. Most miért nem válaszol? Harmadik fél. Azt mondja Béla, hogy le van tiltva nála. És akkor harmadik felek kezdtek el közvetíteni a letiltott és nem letiltott. Ez teljesen tiszta bőrleszk volt. Nem tudom, én ott ugye annak a csoportnak is tagja vagyok, bár tényleg iszonyú ritkán van arra időm, hogy hozzászóljak valamihez, vagy véleményt írjak, vagy bármi. Ha direktben megkérdeznek bármelyik csoportba, akkor nagyon szívesen, de egyébként, hogy így belepörögjek, tudod, hogy van, aki minden poszt alá ír valami hülyeséget, vagy nem hülyeséget, tök mindegy, de hogy úgy érzi, hogy neki minden poszt alá oda kell írnia magát. Nyomot hagy. Nyomot hagyjon a... Igen. Nyomot hagyjon az életben. Én már ezt megtettem egyébként, tehát én így még azt hiszem kígyót nem öltem. De tudod, van ez az ültesfát. Egyél majmot. Emlékeztek még? Ültesfát, hogy... egyél majmot, öljél kígyót, és akkor neked még a kígyó nem volt meg. Mert ettem már majmot is? Hát belőled kinézem. Hát akasztott ember nem voltál. Jó. Na mindegy, szóval így ilyen téren nincsen problémám, tehát nem érzem azt, hogy a Facebookon kell nekem örök nyomot hagyni. De hogy így végig gondoltam, hogy basszus, hát
egy-egy ilyen csoportnak gyakorlatilag a közösség építésről kellene szólnia. Egy közösség építése az nem arról szól, hogy valamit nem is tudom, kigúnyolsz, kiröhögsz, megköpködsz, akármi, hanem hogy valami közös célért próbálod összetartani az adott csoportot, és amennyiben vita van, akkor az tényleg legyen vita, ütköztessük az álláspontunkat. És igazából ez az, ami hihetetlen módon elveszett itt a Facebookba, hogy egy, nem lehet nyomon követni normálisan egy vitát adott témakörbe, kettő, hogy mindenki átmegy faszkardozóba, tehát már nem érveket mondasz mellette, hanem azon tűnődsz, hogy a picsába bírom én a másikat sokkal, de sokkal jobban megbántani, megalázni, elküldeni a halál faszára. Tehát ez ma Magyarországon ezekben a csoportokban nagyon sok helyen, és tisztelet a kivételnek, mert azért vannak kivételek is, tisztelet a kivételnek, ott, ahol kemény és erős moderáció van, de hogy ez cél, tehát komolyan mondom, az, így gondolkoztam rajta, tehát az eszem megáll, hogy mik vannak, vagy már én vagyok öreg, nem tudom, érted, de nekem ez így már nagyon gáz, ami egy-két csoportba megy. Hát én egyet tudtam válaszolni ebbe az egész történetre, és igazándiból szerintem elég jól lefedi az egészet, hogy irigylem a problémáikat. Hogy ilyeneken baszkódni, nincs jobb dolguk, nincs fontosabb dolguk. Olvassanak egy könyvet, vagy minthogyha jelentősége lenne, érted? Tehát úgy tudnak pörögni emberek olyan teljesen jelentéktelen hülyeségeken, mintha az életük múlna rajta. És közben az olyan dolgokon, amin meg konkrétan az életük múlik, azon meg nem pörögnek, nézd meg, hányan jönnek ki az elcigis demonstrációkra. Tudod, mit mondtam erre, hogy ezt ugye tisztában vagyunk vele, hogy ez egy rohadt Facebook csoport. Ennyi. Nem több. Igen. Ez a másik, amin így elgondolkoztam, hogy egy csomó embert ismerek személyesen. Érted? Tehát személyesen, külön-külön, mindegyik ember egy eszméletlen jó fej, hihetetlen jó el lehet velük beszélgetni, tök értelmesen, nem tudom. És amikor van egy szituáció, akkor meg olyan, mintha nem is ők lennének. Csordában. Hát azt nem tudom, mennyire csorda, vagy mennyire nem, de az, ami nekem rettentően bassza a csőröm, az a morál. Tehát, hogy elveszik a morális érzékenységed. Érted? Hogyha ezt sokáig csinálod. Egy-egy csoporton belül, ha neked minden nap le kell írnod a lófaszt, akkor nem lesz morális érzékenységed. Ha minden nap el kell küldened a kurva anyjába, akkor nem lesz morális érzékenységed. És ez borzasztó, hogy egy szaros Facebook, és ugye itt visszacsatolok Csárra, hogy gondoljatok már bele, hogy ez egy kurva Facebook, tehát hogy ez nem az élet, meg nem a gyerekedről, meg a családodról, meg a nem tudom én midről szól, hogy ennyire el tudja vinni az embereket. Ebbe tudod mi nem is ebben, alapvetően a másik érdekes dolog ebben az egészben, hogy ilyen nagyon ambivalens az, és érthetetlen ez az egész történet, mert itt alapvetően olyan emberek kezdték el gyepálni egymást, illetve hát nem mert ez feltételezni, hogy mondjuk Charlie gyepált bárki, de nem gyepált, tehát nem erről volt szó, hanem ő szépen elmondta a véleményét, hogy adott egy marék ember, akikkel külön-külön teljesen jól el vagyok. És mindegyiket kedvelem, bármilyen találkozón összefutunk, beszélünk néhány mondatot, és hogy így ahogy te is mondtad, hogy külön-külön teljesen normálisak. És
És hogy fölmerül bennem, hogy velem van a baj, hogy tudok ennyire jóba lenni olyan emberekkel, akik ennyire nincsenek egymással keresztben jóban. És nem. Teljesen értetetlen, hogy miért kell a szarra is csomót kötni. Nem tudom. Na mindegy. Szóval én azt üzenem mindenkinek, hogy mielőtt ezt a fajta magatartást fölvenné, vagy újra magára húzná a lófaszozó kabátját, kicsit gondolkozzon el, de tényleg, hogy morálisan hogyan tud így az ember elliftezni a mocsári. Tehát, hogy a végén már otthon sem fogja észrevenni, amikor a családjával beszél, vagy más közösségekbe. Tehát nem, tényleg így mondom, végig gondoltam ezt az egészet, ez valami eszméletlen. Egyébként azon csodálkozunk, hogy a harmadikos gyerek elküldi a tanárát a picsába. Érted. Lehet, hogy csak apuka Facebook bejegyzéseit olvasgatja, nem tudom. Azt képzeljétek, az is kiderült, hogy valaki azért lépett ki a csoportból, mert a tüntetésen nem vettem le a kesztyűmet, csak a csuklómat nyújtottam neki. Mekkora paraszt vagyok már. Amit kiveszéltünk a 88-ba, hogy épp hogy csak meg nem döglöttünk ott a kockára fagyásba, de hát nem vettem le 58-szorra is, a 300-ra már ne is fűzzek rá. De hát bassza meg, tényleg ekkora izé vagyok. Én nem tudom, ezzel az a baj, hogy alapvetően ezek a dolgok föl sem tűnnek az embernek, föl sem kéne, hogy tűnjenek az embernek, mert hát tényleg az meg mínusz van, rohangálsz, mint a mérgezett egér egyik sorokból a másikba, csinálod a dolgokat. Én nem vettem le a kesztyűmet szintén senki kedvéért, mert nem volt kesztyűm, fölöltözve se voltam normálisan. Úgyhogy következtetéseket levonni, messze menő következtetéseket levonni ilyen piszticsári dolgokból szerintem kurva nagy hiba, és alapvetően eszébe se jutna az embernek, hogyha nem lenne az, hogy visszagörgesek megint arra, amit az előbb Fifika mondott, hogy társaságban elszabadul a pokol. És aha, akkor biztos az is azért volt. És közben kurvára nem. Tehát végigfagyoskodtál 15 órát hajnaltól estig. Különben olyan is volt, hogy én elrohantam szó nélkül, bezeg a Krisztián, milyen jó fej volt, hogy ott maradt és beszélgettünk. Bazd meg, mondtam. Nem hiszem el. Nem kellett ott senkivel egyeztetni, se rendőrrel, se szervezővel, se vizével, háttérmunkásokkal, de hát mindegy, hát Nem csörgött elégszer napközben a telefonod. Tudjátok, az 5 órás pizza, vagy 6 órás pizza. Kimentél hawaiozni, és... Amit egyébként ezúton is köszönünk, nem tudom milyen volt, Cseli, milyen volt, mert mire jó volt, hát egy picit langyi volt, de jó volt egyébként, elfogyott. Másik, ami ilyenkor probléma szokott lenni egyébként, és már futottam bele én is, hogy téged ismernek, de te iszonyatosan nem tudod hová tenni az illetőt. Érted? Tehát, hogy nem is tudom, volt már olyan, hogy jött oda ember, jaj, szia, Fifika, és így néztem, nem mondom, te ki vagy, basz meg, fogalmam nincsen. De ugye miután mit tudom is én, kedvel minket, vagy a szívébe zárt, érted? Ő azt gondolja, hogy én is ismerem őt, holott nem. Tehát lehet, hogy én nem voltam bunkó, csak fogalmam nem volt, hogy ő kicsoda. Érted? És ennyi a történet. Tehát ezen nem kell azért megsértődni, mert valamelyikük nem beszélt XY-nal, vagy nem ismerte föl a egyébként nem is tudom jodalézerkardos profilja alapján, hogy ő kicsoda. De szerintem, ha bármelyikünkhöz oda megy valaki, bemutatkozik, elmondja, bárkivel nagyon szívesen beszélgetünk. Tehát nincsen ezzel semmi probléma. Csak
mi nem ismerünk mindenkit. Ennyi. Mindenkinek ajánlanám figyelmébe, mert nagyon érdekes dolog ám egyébként. Nekünk vannak mindenféle tréningek a cégnél. Az egyik... Na már megint a tréningjei. Igen. Az egyik az az asszertív kommunikáció, akinek újdonság, az keressen rá. A másik pedig a diszk viselkedési stílus és a munkahelyi viselkedés felmérése. Ez a diszk ugye 4 színből, 4 viselkedési normából épül fel, és az én színem az egyébként az a szabálykövető kompetens 51%, és stressz helyzetben ez lemegy nullára, és átvált dominánsra. Egy pár stílusjegyet felolvasnék belőle. Alapvetően feladatközpontú, extrovertált, viselkedése közvetlen és független, az ilyen ember célra törő, eredményorientált, domináns, versengő, gyorsan dönt, kezdeményező, merész, határozott, tetterős. Na, ezt lehetett ott látni. De most komolyan, tehát, és ezen a tréner is meglepődött. A dominanciával abszolút egyetértek. Ezen a tréner is meglepődött. Egyébként mondta, hogy itt van a nyugalmi és a stressz helyzet. Stressz helyzetben lement nekem ez a szabálykövető, a kék egyébként. A kék az lement valami egészen magas 1 vagy 2%-ra. Stressz helyzetben főrugod a kukákat is. Igen. Nem stressz helyzetben átváltok, az a domináns, ez a főnök nálunk, az a főnök üzemmód. És akkor ő irányít, csinál, mondja, nincs kecmec, nincs olyan, mint nálad, hogy bejegyezted már a domént, Krisztián? Milyen domént? Na, hát erről beszélek. Tehát te egy iszonyat sárga vagy. Ez nem igaz. De. Biztos helyzettől függő. De. Mondom, hogy milyen vagy. Önbizalommal teli, meggyőző, lelkes, derülátó, népszerű, társaságkedvelő, elfogulatlan, optimista. És még mellette a gondolatai csapongnak jobbra-balra. Na mindegy. Akit, kurvára nem ilyen vagyok, de mindegy. Akit érdekel ez, az erre keressen rá, egy diszk, mint kompakt diszk, tehát C-vel, diszk viselkedési stílus. Úgyhogy, és már veri is. És már veri is. Tökre nem arra kerestem. Ja, én meg kaptam egy 30 oldalas elemzést belőle, úgyhogy azt is majd megosztom veletek, ha érdekel valakit. Ennyi. Én a Facebookban nem látok többet, mint amennyit kell. A helyén kezelem, ahol kell, az a hely pedig nagyon nem elől van. De sajnos nem lehet tőle megszabadulni. Sajnos mindenhol az ember a like gombot keresi meg, az, hogy oszthatja meg a tartalmat, viszont maradjunk annál, hogy a párásító csoportban most tök jól működik minden. Előzetes moderáció van természetesen, mert nem szeretnék 55-ször látni, azt nem is kell ebbe a csoportba, ezt elmondtuk sokszor, nem kell beköszönni. Itt vagytok, élvezzétek a másik társaságát, meg a témákat, amiket ott mindenki írogat, és ennyi. Menjünk tovább, vagy akarsz még erről valamit, Fifika? Nem, szerintem én azt gondolom, hogy a párásítóban, majd aki végighallgatja a podcastet, azért én szeretném hallani mások véleményét is arról, amit itt most elhangzott, és hogy ki mit gondol ezekről a magatartás formákról, vagy erről a nem is tudom, Facebook által generált jelenségről. Kíváncsi vagyok rá egyébként. Mondom, én nekem ez a hétvégi 2 vagy 3 ilyen eset volt különböző Facebook csoportokban, és ez így összeadódott bennem. Másnak is a véleményére kíváncsi vagyok. Én még ráfűznék, ha már Fifika volt ilyen kedves, és üzenetet küldött az érintetteknek. Én is küldenék egy üzenetet. Én azt tudnám mondani, hogy könyörgöm, ne a viharabiliben, piszlicsári dolgokon
basszátok el az energiákat, hanem hogyha valahova ezt a vehemenciát és ezt az indulatot fókuszálni lehet, akkor fókuszáljuk arra, hogy május 20-tól tönkre akarják vágni az elektromos cigarettát. Rohadtul erről kéne, hogy szóljon minden október óta, és nem ilyen teljesen jelentéktelen, fölfújt idiótaságokról. Ezt jó is, hogy mondod, mert a mai napon világosodtam meg. Azt hiszem, hogy 2016-ban először e-cigi témában, és azt talán... Később, mint soha. Ennyi, that's all, my friend, hogy annyit szeretnék, ez egy ilyen virtuális tuning lenne a podcast élet történetében, volt már sok ilyen hardveres is, adásmenetben is. Mi lenne, hogyha most úgy tuningolnánk az adásunkat a továbbiakban, hogy próbálnánk előre összeállítani egy, ha nem is azt mondom, hogy jól felépített és roppant szigorú, de egy, amit most adásmenetben csinálunk hétről hétre, egy picit, ha tovább gondolnánk, és... Előgondolkodni akarsz, Charlie, már. Látod? A számból vetted ki a szót. Előgondolkodjunk. Bocsánat. Igen, neki például kell majd paxirazol, vagy valami köptető szirup. Előgondolkodás, level 1. Szóval, hogyha az adásmenetet tovább fűznénk, és hétről hétre valami hangsúlyosabb témát, tehát mint itt utólag a címet szűjjük meg, ezt meg előre kitalálnánk, hogy mi legyen a téma mondjuk 2 hét múlva, 3 hét múlva, amiről egy kicsit többet beszélnénk. Ugye ez onnan jött, hogy föltettük ma a kérdést, hogy mik legyenek, milyen olvasói kérdések vannak, és akkor ott jött nagyon sok-sok minden. Egy párat így előre szemezgetnék, olvasói kérdések. Van benne a TPD-ről szó, van benne szó a mi lesz a TPD után, másik ember TPD utáni korszak, hogyan készülünk a TPD utáni állapotokra. Tehát sok-sok TPD, meg kezd leesni az embereknek május 20. Arra gondoltam, mi lenne, hogyha május 20 előtt, még ez nem világos, hogy mikor kezdjük el, hogy időben jó legyen, hogy végighallgatja az adást, picit összeszedjük addig, hogy gyerekek mondjuk innen tudtok ezt, onnan tudtok amazt, spájzoljatok, és a többi. Tehát, hogy még megjöjjön nekik május 20-ig, de kitűznénk mondjuk egy mostani blokk, amit összedobtunk gyorsan, az 4 rész, és felolvashatom azt a 4 részt? Igen. Csak hogy más ne spoilerezhesse el. Tehát lennének ilyenek, hogy egy adást szentelnénk kiemeltebben több részidővel a modoknak, egyet a likvideknek és beszerzésüknek, aromák, és a többi, tárolás, mit tudom is én. Aztán TPD legújabb infók, ez természetesen valahova a vége felé időzítve, és akkor lezárásként válaszok, függőben levő beadványok, amiket Mújó benyújtott, mindenféle adatigénylések, az átlátszó hús, hogy na, ez most hol tart. Tehát ez így most egy hónapot lefedne, és mondjuk elkezdhetnénk a 100. adás után, mondjuk az 19-én lesz, és akkor a következő heti adással elkezdhetnénk egy ilyen, ez egy hónapot lefedő blokk lenne, és akkor tényleg, akinek csak most esik le, vagy most kapcsolódik be az e-cigi véráramába, de szép volt, azok is képbe kerülhetnének, és akkor írnánk nekik egy ilyen kis szamárvezetőt, hogy ha már tényleg már nincs ötletetek, fiúk, akkor innen likvid, onnan mod, ez érdemes, ez olyan, hogy 1000 év meg egy nap, mert elpusztíthatatlan, vegyél ilyen modot, vagy csinálj olyan likvidet, hogy csináljál, mit csináljál, össze tudjuk dugni úgy a fejünket, hogy abból kijöjjön ez a hasznos info, és akkor már tényleg megtettük azt, amit tartsd szárazon a puskaporos hordódat, mi megpróbáltunk mindenkit fölkészíteni a
zombi apokalipszisnél csak egyel jobb rosszra. Fasza. Zsírkaraj. Egyetlen egy hihetetlen mondat zsongít a fejembe egyébként már hetek óta. Mi lesz a TPD után? Megmondom, öcsém, mi lesz? Jogkövető magatartás. Tehát azt mindenki verje már ki a fejéből, hogy okosba, meg így, meg úgy. Jogkövető magatartás lesz a TPD után mindenki részéről. Tehát mi, akik most így beszélgetünk, a TPD után jogkövető magatartást fogunk tanúsítani, mert nem tehetünk mást. Érted? Hát illetve azért még mindig halkan mondom, Sarah Connor. Ennyi. Jó, hát a május 20-ig összedobjátok az időgépre valót, semmi gond, akkor megoldjuk. De egyébként nem. Várja, nem jó, ahhoz kell még egy kis hasadóanyag is. A magad nevébe beszélj, mert ugye Thomas Jeffersonnak tulajdonítják azt a szólást, hogy amennyiben egy törvény igazságtalan, úgy az embernek nem csak joga ellenállni, hanem kötelessége is. És én például nem tudom megígérni, hogy nem fogok. De jó, hogy a TPD-t mondtad, mert szigorúan a TPD kontextusában vizsgálva teljesen jogkövető leszek, mert a TPD önmagában akármilyen szar, nem annyira ordas szar, mint a magyar jogszabály. A magyar jogszabály tekintetében viszont nem tudom megígérni neked, meg senkinek, hogy 100%-ig jogkövető magatartást fogok tanúsítani, mert könnyen előfordulhat, hogy olyan helyen fogok gőzölni, ahol egyébként nem gőzölhetnék. Jó, Krisztián, de hát annak meg lesz a konzekvenciája, azt ennyi. Meg, persze. Oda megy valaki, azt szarrá büntet. Mit csinálsz? Be fogsz menni közmunkásnak? Vagy? Igen, jól nem fizetem ki, és aztán elmegyek közmunkásnak, vagy... De nem viheted a laptopodat, Krisztián. Nem viszem a laptopomat, vagy megmondom, hogy köszönöm, én nem fizetem be, leszeretném ülni, és aztán valami olyan országba menekülök, akivel nincsen kiadatási szerződés. Krisztián, óva intenélek ettől, nekem már jött papír úgy, hogy július 27-én vonuljon be a Markó utcai fegyintézetbe egy darab fogkefével és borotvával. Nem. Én nincs nekik. Látod, még azt se tudnak adni. Tehát nem olyan megnyugtató így álomra hajtani a fejedet a tudattal is. Charlie, te egy Ruzsa Sándor vagy, az istenit. De tegyük hozzá zárójelbe, hogy... Egy rumcájsz. Hogy nem mentem be. Tehát még mindig büntetlen előéleti vagyok. Úgyhogy szerintem akkor ezt majd úgy csináljuk, hogy majd a show notes-ban leírjuk az okosságot, mármint úgy, hogy a jogkövető részt, és akkor lehet, hogy a nem jogkövetésre senkit nem szólítunk föl, hanem a kiskapu, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, ahogy jogi hézag. A jogi hézagokat pedig a podcastben fogjuk elmondani, vagy esetleg azt inverzben kirakjuk a weboldalra, hogy nem tudom, ezt még pontosítsuk, mert tehát én sem akarok beleszaladni, hogy azért, mert ott olvastam, meg ott hallgattam, azt akkor azt úgy lehet, nem lehet ott. Ott beviszik ki hallgatásra. Hát, uraim, hát a Charlie ezt mondta, hát ne vicceljenek már, hogy most maguk engem le akarnak csukni. Hát nem így van. Nem iratkoztak föl a párásítóra? Vagy de. Jó, tehát ezt még pontosítjuk, de akkor ez lesz, hogy ezekkel a blokkokkal számoljatok, fiúk, lányok, és akkor ott minden fontos és általunk ismert infót közé fogunk tenni, hogy tényleg legyen képben mindenki, és ne tegye föl megint azt a mondatot, hogy tervezünk-e még valamit, vagy valaki tervez-e még tüntetést egy nagyot, mert ez ordas. Mert még nem volt elég tüntetés, amire el lehetett volna menni. Csapassuk tovább. Csak átlapozok az aktuális helyett az aktuálisra. Igen, az ki van
kiítve. Jó, kis színes. Ezt a TPD-s mókát akkor meghagyjuk a tematikára. Éreztem, hogy ez te leszel, és nem Fifika vagy én, tehát akkor csapjad neki, hogy miért írtad ezt ide be? Ezt még a múlt héten írtam bele, csak a múlt héten ugye annyira hosszú volt az adás, és annyira siettél volna a párodér a melóhelyére, és már amúgy is késésben voltál rohadtul, hogy nem volt szívem még egy témát fölütni, pedig múlt héten jutott eszembe. Többször fölmerült már, bocsánat, szolgálati közlemény, Fifika, nézz föl Facebookra, és küldjél képet. Szolgálati közlemény vége. Láttam, csak azon gondolkozok, hogy mivel fotózok. Hát telefon. Javaslom a telefonodat. Hát kapcsold be, annyi circegést engedélyezünk. Azt majd kivágom a te sávodról. Igen. Szóval többször fölmerült már ez az autóban ablakra, szélvédőre lerakódó végé, az otthon az ablakra rárakódó végé, meg ilyenek, és így körbenéztem a múltkor, kinéztem az ablakon, és láttam, hogy baromira tele van rakódva végével, és aztán Bocsáss meg, kinéztél az ablakon, és mondtad, hogy basszus, már két hete milyen ködös idő van. És aztán hozzáértél az ablakhoz, nem, bazd meg, süt a nap! Hozd az ablakpucolót, Kinga! Bocsánat, nem, igen. Nem. De olyan volt, hogy fölkeltem reggel, kinéztem az erkély ablakon, és mondom, te rohadt köd van. És aztán fölkeltem, és kiderült, hogy az eget néztem, rossz szögbe tartottam a fejem. De hülye vagy? Egy homogén szürke volt az egész. De a lényeg, hogy aztán így fordítottam balra a fejemet, és vannak nekem ilyen üvegből készült dolgok a környékemen. Például van itt egy nagy Kádár János kép, meg egy gyerekkori képem, meg a szemüvegem is. És érdekes módon ezek soha nem lettek lepucolva, de nem rakódik le rá a végé. És azon gondolkoztam, várj, hogy nem picit, lehet... Várjál, Kádár János képre és a szemüvegedre? Igen. Valami rokoni szál fűz titeket össze, de inkább nem akarom tudni. Igen. Sem megerősíteni, sem megtáfolni, nem tudom. Hogy az ugrott be nekem, hogy nem lehetséges-e vajon, hogy akkor csapódik ki a végé az üvegfelületre, hogyha komoly hőmérséklet különbség van a kettő oldalán, mert ugye a szemüvegemről is szobahőmérsékleten ez nem annyira elmondható, meg itt a fényképeknek az üveg tartójáról sem, vagy keretéről sem mondható el, hogy nagy hőmérséklet különbség lenne a két oldalán. Ez jutott eszembe a múltkor. Akkor... Mert ha mindenhova egy öntetően rakódna le, akkor tiszta végékén, hogy legyen a szemüvegem is, meg itt minden más. Hát én csak a saját tapasztalatom tudom mondani, hogy nekem viszont igen. Mert a monitorod nem tudom, hogy glossy-e vagy matt. 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 Akkor ezért nem látod, mert nekem is az egyik monitorom, a másodlagos matt, nem látszik rajta. Az asztali laptop az glossy, azon látszik. Ha ki van kapcsolva, pláne. Itt van a hangrögzítő tőlem balra, az is glossy a kijelzője, és azon is látszik. És itt vannak még ezek az aksi töltők, azon nem az látszik, hanem a por, ami jobban tapad rá a végé miatt. A bútorokon nem érzem, nem látom, de az is azért, mert hogy elvileg matt, vagy tököm tudja, hogy mondjam neked. De tehát azt akartam ezzel mondani, hogy a laptop is itt van előttem a temperált szobában, a szoba legmelegebbik pontján, tehát falnál van, és nem az ablak környékén, messze van az ablaktól, de a radiátortól is, tehát itt egy viszonylag állandó hőmérséklet van. Közel van viszonylag hozzám egy 50 centi, de arra szoktam figyelni, mert ugye ez a laptop olyan, hogy a billentyűzeten szívja be a levegőt meg ott a monitor tövénél, hogy ne fújjam direktbe most már bele ebbe, mert a régibe ott ment mindenfele. De azért megjelenik rajta a ragacs. És utána a por is könnyebben. Tehát én ezt kizárnám, szerintem, hogy azért a hőmérséklet különbség biztos jobban rájátszik, de szerintem nálad arról van szó, hogy Kádár Jánostól egyszerűen fél. Én is félnék tőle. Aha. A szemüvegre meg arra nincs jó példám. Tehát az nem lehet, hogy azt úgy mit tudom is, én tényleg naponta, két naponta legrosszabb esetben így a pólódba megtörlöd, hogy... Persze időnként takarítom, de itt ezek az üveglapok itt vannak, mióta világ a világ.
és semmiféle ilyen típusú lerakódás nem figyelhető meg rajta, mint az ablakon. De például a monitor... És azt, bocsáss meg, azt nem látod, hogyha ott végig húzod az ujjad rajta, hogy valami másabb, mint ahol nem húzod végig? Most végig húzom rajta az ujjamat, de hát a bor nyilvánvalóan rakódik. Simogasd meg Jánost. Egy picit, de... Tudjuk. Fenébe. Na mindegy, egy ötletet megért. Mert azt mondtam volna még utána, hogy én azt télen-nyáron megfigyelem, hogy nekem az autóba fixen kell takarítani a szélvédőt belülről, mert nyáron sincs annyira nagy hőmérsékletkülönbség, és mégis pont akkor jobban látom a betükröződő nap fényénél, hogy opálos, homályos, úgyhogy ott meg még jobban irritál a takarítás szempontjából. Ó, Fifika! Na ez dob föl gyorsan! Vágjál valami ízét belőle! Rajta vagyok. Valami montást. Krisztián, mivel tudtad jól takarítani? Jól takarítani? Uh-huh. Mit? Hát ezt a trutyit az ablakon. Nem én csinálom, nem tudom. Ó, tehát ez a legnagyobb titok. Mivel lehet ezt jól lemosni? Na mivel? Most valamire ki akarsz lyukadni? Nem, hát ja, én akarok kiukadni, de hát mindenkit az érdekel, érted, hogy mi a túróval lehet azt a nyúlós trutyit leszedni. Ja, én ezt sima alkoholos ablakpucolóval szoktam. Forró víz. Azzal nem. Egyszer-kétszer játszottam én ecetes vízzel, de az nem vált be annyira, úgyhogy maradtam az ablakpucolószernél alkoholosnál is. Meleg víz nagyon szépen le tudja hozni, és akkor utána jöhet a... Mondjuk attól függ, hogy mennyi. De én bocsánat, nekem annyi a különbség, hogy igazából belülről nekem nem ablak van, hanem egy ilyen víztiszta biztonsági fólia, tehát lehet, hogy azért nem látszik rajta annyira az, hogy most meleg vízzel vagy alkoholossal takarítom le. Én az autószélvédőn találkoztam ezzel a problémával először, és nekem ott a forró víz ragyogóan megoldotta. Télen -10-be tök jó. Locsincs hát rá picit. Kinyitod a két ajtót, fogod a izét. Sterimót, azt végig csapatod vele. Ennyi. Na, ugorjunk. Oké. Csak közben itt real time olok. Mondanék akkor én addig egy érdekeset, vagy érdekesnek tűnőt, illetve kettőt, amit én találtam. Az egyik az, hogy most éppen az immunrendszerünk a célpont. A egyik külföldi weboldalon találtam egy írást, ami úgy kezdődik rögtön, hogy az e-cigaretta károsabb lehet az immunrendszerünk szempontjából, mint hogyha dohányoznánk, és természetesen ott van megint egy varázsszó, mit mondtam nektek, mi kell oda? Tanulmány. És akkor ott ez a cikk leírja, hogy miről van szó, hogy milyen kutatásokat végeztek, és arra jutnak, hogy elkatintottam onnan, hogy itt azt mondják, hogy több százszor károsabb, mint az analóg cigaretta az immunrendszer szempontjából. Tehát akkor megint bebizonyosodik Krisztián, amiről múltkor beszéltünk, ha beteg vagyok, csak rágyújtok egy cigire, azt már is jobban vagyok. Hát ugye. Ugye? Már megint. Ezt én is olvastam, ezt az érdekességet, és én várakozó álláspontra helyezkedtem ezzel kapcsolatban, mert szinte biztos, hogy maximum két héten belül farszalinoszék oldaláról ripityára lesz szedve az egész történet. Jó, csak... És nagyon várom. Csak legyen úgy. A
másik, ami érdekesség, és ha ugorhatok, akkor az... Nem ugorhatsz, mert itt még azt szerettem volna mondani. Akkor mondjad, és akkor utána ugrok. Itt ugye azt figyelték meg, valahogy úgy volt, itt valami olyan megfigyelés történt ebben a kutatásban, hogy elcigisek meg dohányosok orrából vettek valami génmintát, amit vizsgálgattak, és azt mondták ki, hogy amíg a dohányosoknak csak néhány darab immungénjét, vagy valami ilyesmit ölte meg a dohányzás, addig az elcigiseknek több mint 300 immunológiai génjét, lehet, hogy hülyeséget beszélek, de ilyen nagyon nyakadt a kert volt ez az egész őrület. Ez az 53 vs. 358? Valami ilyesmi, igen. Valami ilyesmi volt, és két dolog jutott nekem ezzel kapcsolatban eszembe, az egyik az, hogy amíg bagóztam annak idején, azért úgy évente kétszer-háromszor elkaptam valamit és lebetegedtem, és most speciál pont rossz példa vagyok erre. Ezt mert, akartam hogy most, mondani, hogy pont rosszkor hozott föl. De hogy ahhoz képest, mióta elcigizem, azóta évente egyszer vagyok beteg. Évente egyszer valami szart elkapok, és akkor azt így általában lábon szoktam kiordani ezeket a dolgokat, és aztán megy az élet tovább, de hát az évi 2-3 helyett évi 1. Ha igaz lenne ez, hogy az immunrendszeremet tönkre vágja az elektromos cigarettázás, akkor minden szart el kéne kapnunk egész egyszerűen, és a világ legbetegesebb, leggírnyóbb csofatjainak kéne lennünk, és hát nekem nem ez a benyomásom, mind magam, mind a környezetemben elektromos cigarettázók tekintetében. Tehát itt már sántít nekem egy kicsit ez a dolog. A másik, az ott húztam fel a szemöldökömet, amikor a cikk elkezdett olyanokat mondani, hogy azt mondta a kutatást végző orvos, és akkor előrántotta a diacetilest, mert hogy milyen fontos, hogy a diacetilnél is mik derültek ki. Akkor már éreztem, hogy na jó van, hogyha elkezdtek a diacetille, a roppant félre sikerült diacetiles tanulmánnyal példálózni, akkor itt valami nagyon büdös lesz ezzel kapcsolatban is. A másik meg az, hogy itt megint idézgetik, hogy mit mondott a kutatást vezető orvos, tehát már megint nem a tanulmány dolgozzák fel és azt próbálják értelmezni, hanem egy zanzásított sajtónyilatkozatból vonnak le messze menő következtetéseket, tehát egyrészt a sajtó már megint elképesztően alulmúlja önmagát ebből a szempontból, másrészt meg sok ilyen kis piros lámpa gyullad fel a cikk mondani valója és tartalma kapcsán, hogy itt még nagy lepellerántások lesznek, hogy mi a baj ezzel az egésszel. Engem nem ütött szívem, mert egy baromság. Még közben annyit ráfűznék, hogy megemlítették természetesen a kutatók azt, hogy a sablon mondatok, amiket, hogy ez milyen káros, és a többi, természetesen ez nem elégséges, további vizsgálatok szükségesek, akkor a faszomért teszed nyilvánossá addig. Tehát ez a, nem mondok semmit, de beleszúrom ezt a mondatot, és aztán jönnek, hogy... Hát ma hetek óta nem volt hype a sajtóban, valami szar igen, kell. Igen, hogy igen, azt mondja, hogy néhány íz, különösen a fahéj és a vaj, miért akar valaki ilyet szívni, zárójelbe, rosszabbak voltak, mint a többiek. Hát, de az meg, de tehát mi? Ezen még hányszor akarunk rugózni? Egy, kettő, és... Soha. És jönnek soha. A még ez szabályozatlan, ez még mindig ugrásszerű növekedés, túl korai, hogy kijelentéseket kinyilatkoztassunk, de bazd meg, megtettétek, hát itt van előttünk, most olvasjuk. De ezek a tanulmányok, hogy ezek legalább megerősítik azt, hogy nem, ez még mindig nem olyan biztonságos, mint a friss levegő. Eddig is tudtuk, bazd meg. A friss levegőnél nincs semmi, ami biztonságosabb. Köszönjük szépen, igen. 20 éven keresztül napi 4 doboz friss levegőt szívtam, és aztán úgy döntöttem, hogy inkább elcigiznék, mert ez a friss levegő már unalmas. Idióták. Na, és akkor, hogyha ezzel megvagyunk, akkor átmennék a másikra, amit most félek megkattintani már, mert a fülembe ordít a zene, meg mindenki máséba is, de az a lényeg, hogy Quebecben is betiltották. Quebecben is betiltották, és várjál, most megpróbálom azért megint megkattintani, aztán gyorsan lenémítom, és azt mondják, hogy
hogy ott már az információt is szabályozzák, az információ átadást boltban és az interneten. Úgyhogy ez lehet egy érdekes pont számunkra, az információ szabad áramlásának tiltása az interneten. Nem tudok rájönni, hogy milyen megfontolásból lehet ez jó, és kinek lehet jó. Ez annyira bájos, amikor alapvetően ősöreg demokráciával bíró országokban az agyatlan szabályozás zombi látszik, odáig jutnak, hogy a szólásszabadságot és a vélemény nyilvánítás szabadságát kezdik el korlátozni. Egészen elképesztő. Én azt nem értem egyébként, bocsánat, olyan mellék, az ECG szabályozásnak olyan brutális felvilágosultság és demokrácia és egyéb ellenes felhangjai és mellékhatásai vannak, hogy én nem is értem, hogy más azokkal a témákkal foglalkozó emberkék és intézmények miért nem haraptak még rá erre. Mert ez egész egyszerűen nagyon durva. Az egyik oldalról itt van, hogy most mit csinálnak az ECG-vel és mit nem, a másik oldalról meg őrület, hogy miket nem tiltanak, miket nem korlátoznak ennek a farvizén. Elképesztő. És ugye ezen a hol is van a pontos neve? Hát a Canadian Vaping Association is kifejezte aggályát ezzel kapcsolatban, illetve tegyük kontextusba helyezve, hogy milyen bírságokra lehet számítani, aki mondjuk lebukik egy ilyen razzián, hogy az interneten valamit föltettél, te mocsok. Vagy a sztorban valami ott volt, hogy na, 5000 és 1 millió dollár közötti. Tehát azért, tehát az 1 millió dollár az igen, tehát gondolom, hogy ez csak valami elrettentő erő akar lenni, de hát na, most érted, te egy vállalkozó vagy, és ha te látsz két számot, akkor hát a legrosszabbra kell fölkészülnöd, és akkor ezzel elérték a céljukat, mert inkább fülét farkát behúzza az ember, de nehogy még 5000-et is nehéz kigazdálkodnia, és éppen erről panaszkodnak a cikkben, hogy hát azért a kiskereskedőknek nem az az árképzése ott, hogy azt mondják, hogy mit nekem? Gyertek, 10000-et is kifizetek büntetésre. Tehát a kanadai Vaper Szövetség az neki fog ennek menni, és felveszik a harcot. Ehhez is innen is sok sikert kívánunk. Az információk még mindig elérhetőek, tehát ugyanúgy, ahogy itthon is megadják a kellő tájékoztatást, ott is megadják a boltban. De az, hogy te egy brossúrát ne tudjál közzétenni, hogy azért válaszd az e-cigarettát a hagyományossal szemben, mert ezt már nem fogod majd tudni kirakni. Ők nem fogják tudni kirakni. Tehát ez a kemény az egészben. Központosítva tiltják meg, hogy te nem is az, hogy a boldogulásod érdekében, hogy a saját termékeid reklámoz, hanem bármi nemű szóróanyagot, ami az elektromos cigarettát promótálná, hogy úgy mondjam. De gondolom, hogy ott is van nekik valami helyi, leteszem a cigit, vagy mit tudom is én, milyen dohányzás fókuszpontjuk, és készségesen segíten. Tudom, tibiük, belga után szabadon. Igen, igen. Agyrém. Hát így. Ugrándoznék egy kicsit, és átugranék a svéd csavarra, mert hogy az kicsit közelebb van ez a témához. Jó. Hogy lehet szabályozni, aztán általában ezek az eljárások egy idő után leketyegnek, és a bíróságok, akik ugye alapvetően független intézmények, kiváltképp élükön a bírák, és
nem annyira gyakran vannak a gyógyszeripar és a hasonszőrű monstrumok zsebében. Aztán oda pirítanak egyet, hogy na jó, most srácok, be lehet fejezni ezt az űrületet. Ez történt például most Svédországban, nagyon jó pofa fejlemény történt. Ugye ott a svéd nemzeti gyógyszerügynökség kezdeményezésére elkezdték korlátozni az elektromos cigaretták forgalmazási lehetőségeit, és ott most nagyon rövid a cikk, és nagyon szószát jár, és inkább csapong ilyen bulvárosabb dolgokba, úgyhogy kevés benne a lényegi információ. Ezt most próbálom ki egészségedre kiszippantani belőle. Annyi történt, hogy a legfelsőbb, svéd legfelsőbb bíróság hozott egy határozatot, hogy az elektromos cigaretták azok nem gyógyászati termékek, innentől kezdve a Nemzeti Gyógyszerügynökségnek az ég egy adta világon semmi köze nincsen hozzá, ezért aztán nem is korlátozhatja a forgalmazását, mert hogy ahhoz, hogy ez egy gyógyászati termék legyen, ahhoz olyan tulajdonsága kéne, hogy rendelkezzen, ami megelőz vagy kezel egy olyan egészségügyi problémát, és nincsen benne semmiféle használati útmutató sem az elektromos cigaretták dobozában arra vonatkozóan, hogy a felhasználója mégis hogyan használja arra, hogy csökkentse az elszívott cigaretták számát, vagy hogy szabályozza vele, felszámolja vele a nikotinfüggőségét, úgyhogy innentől kezdve pláne nem gyógyszer, úgyhogy kedves Nemzeti Gyógyszerügynökség, be lehet kapni, ez nem, nem a ti asztalot. Nincs igazad, Mújó. Na miért? Le van írva, hogy egy 112 éves nő felfedte a hosszú élet titkát, ami pedig láncdohányzás. És akkor innentől kezdve ez jó. Lehet, hogy ő telefonált be férfi hangon a műsorban annak idején. Rágyújtok, és már minden rendben van, ugye? Igen. Szóval azért vannak pozitív fejlemények is, el kell vergődni a bírósági szakaszig ezekkel a dolgokkal, és ott van esély arra, hogy a politikusi zsebkitömés és a gyógyszerlobbi szócsőség már nem érvényesül akkora svunggal, mint a mezei jogszabályalkotási folyamatban. Tudod, mi lepődtem meg egyébként? Azon a számon, hogy Én úgy gondoltam, hogy Anglia a legerősebb piac Európában, és itt meg azt írják, hogy a legnagyobb piac Európában Franciaország, majdnem 3 millió véperrel. Hát ezt már a fene sem tudja, hogy melyik millió mennyi és ki hogy számolja. Tehát most már Angliáról, meg Németországról is már ilyen közel 10 milliós számok is röpködtek valamikor. Aztán az ES most hozta Angliából, hogy ők 2,6 millióra becslik. Most érted, most ez a francia szám is, most vagy 3 millió, vagy másfél, vagy 6. Hát basz. Uh-huh. Nem kevés, egyik szempontból sem kevés. A csapongást megengeditek akkor ráfűzve erre a svéd csavarra? Hajrá! Nem tudom, hogy mikor történt ez pontosan, de az erősen idézőjelbe tett és hőnszeretett rip-tripperünk körül újabb botrány duzzadt. Mondtam volna, hogy van kibontakozóban, de szerintem ez nincs lezárva még, ez a sztori. Ha már, sőt, történet. Ugyanis képzeljétek el, Ripnek született egy videója. Meglepő egyébként, hogy ez a videó, ez nem 20-30 perces volt, ez egy 4 perces videó, és a videó címe sokat mondóan Side Effects of Vaping. A videóban pedig másról sem beszélt, csak arról, hogy ő nem tapasztalt, az első egy percben elmesélte, hogy milyen sokat, és ő semmit nem tapasztalt magán. Körülbelül 5 éve elcigarettázik, és 2 évig semmit nem tapasztalt magán, de utána. Utána jöttek a bajok, mert hogy kiszáradtak a bütykei, például a kezeden, nem tudom, hogy mondod, ahol behajlítod az ujjadat, és ott van az a csont, ott. A bütykei, igen. Na. A bütykei kiszáradtak, a bőre, pedig képzeljétek el, majdnem másfél gallon vizet megiszik per nap. Nem vagyok tisztában a gallon mértékegységgel, úgyhogy gyorsan beütöttem a Google-ba. Az majdnem 6 liter víz naponta, amit ugye mi mindig mondunk, hogy ha vépelsz, igyál sokat.
és mindenféle egyéb problémára panaszkodott, de és nézzétek, ezt szedtem, és semmit nem segítettek ezek a szarvitaminok, de várjatok, link in description below, nézzétek meg, ott a tuti, ott az igazi link, és ez a doboz, ebben vannak ilyen kis tasakok, és akkor bele tudom rakni ezt fél liter vízbe a port, összerázom, és akkor ott gyorsított felvételen lehúzott egy, mit tudom is én, azt hiszem 8 ózés flaskából vizet, kicsit több, mint fél liter volt, és lehúzta, és ez valami háromféle ízbe lehet kapni. Hát az egész az ott volt csuda, hogy az nem... Nálam is vannak, de nem affiliate linkek vannak nálam mondjuk a Gearbestnél, hanem hogy tudja a Gearbest, hogy az én oldalamról ment a vásárló. Tehát a kettő között az a különbség, hogy az ő linkjéből kiderült, hogy ő hát bizony ezért, hogy mondják, jutalékot kap. Az enyém után meg nem kap senki jutalékot, maximum ki lesz sorsolva. És ott voltak ezek a linkek, ez milyen Best Buy, ez milyen nagyon jó, ennél jobb a világon nincs, és azóta a bőre is rendbe jött, és a többi, és a többi. Odáig eljutott ez az egész Rip Tripper szaga, hogy ilyet se basztam még, mert be akartam rakni az adás menetbe egyébként ezt a videót, és képzeljétek, nem találtam. Hát odáig ment a balhé, hogy leszette az... Hát, nem szedte le szerintem, csak ugye privátra állította, az a lényeg, hogy lekerült a csatornájáról. És született nem kevés reakció az ügyben. Be fogjuk rakni, vagy be fogom rakni majd a show notes-ba azt a videót, ami egyébként egy ilyen 30 perces szösszenet, egy fiatal srác, meg egy lány szépen kielemzi azokat, amiket mondott, kisképpen a rip, mert hát volt annyi eszük, hogy lementették a videót. Fölteszem az eredeti videót is, természetesen, ami a világhálóra fölkerül, az ott is marad. Tehát voltak olyan okos emberek, akik ezt leszették, tükrözték, és föltették újra, úgyhogy megvan, ezt már nem tudja rip leszedni. De ha le tudná, akkor most én is le fogom menteni. Na, a lényeg az, hogy föltették, és szépen végig elemezték, hogy milyen hülyeségeket mond. Egész odáig elmentek, hogy ugye még az ásványvízes flakonon sem volt címke. Miért nem volt címke? Hát, mert biztos az ásványvíz gyártójától nem kapott jutalékot, hogy reklámozza. Nagyon élvezetes egyébként ez a kis bemutató, és tudod, ilyen 20-30 másodperces blokkonként, vagy gondolatmenetenként kielemzi, hogy mekkora fasságot mond ez a szerencsétlen. Meg, hogy ez az egész, ez mennyire hiteltelenné teszi a dolgot. Én néztem, mert az a csatorna, aki leszette újra és föltette, oda beírta valaki, hogy oda nézzétek, hogy vissza is esett a nézőszám. Sajnos ez semmit nem számít. Tehát be is írta valaki, meg én is megnéztem utána, hogy 600 nagyságrendileg 650 ezerről visszaesett neki, képzeljétek, 648 ezerre. Most megnéztem prompt akkor, amikor itt az adást csináltuk, és 651 ezer, tehát pont nem érzett meg semmit a csatorna ebből az egészből. Tehát ettől nem iratkozott le 10-20 ezer ember a csatornájáról. Megint nem fog egy fél év múlva senki emlékezni rá, sajnos, de neki már nem ez az első húzása. Ugye volt ez a részesedést kért az értékesített termékekből, illetve a cégből az előző körben. Most akkor ez a bújtatott, de tényleg hallott, láttad te is, Mujó, egy az egyben ilyen teleshoppostod, ezt vedd meg, mert ez a jó. És itt van ilyen tégelyben is, de a másik is jó, mert ezt el tudod vinni, és naponta 4-5 ilyet megiszol, és akkor hú, de ez az örök életvize egyébként. De nem akartam elhinni, hogy és itt száradt a bőröm, és itt ez komoly. Bütyök száradás. Hát ezt nem hiszem el. Úgyhogy nézzétek meg mind a két videót, mert rohadt mulatságos az egyik, a másik meg tanulságos. És nem tudom, mi lesz a következő, hogy rászoktatja az embereket a cigire, hogy rájöttem, gyerekek, mégis jobb a cigi. Van az a pénz 650 ezer izénél. Hallod? Többen követik, mint ahány aktív
e-cigaretta használó itthon van. Háromszor többen követik a fasságot. Én megmondom őszintén egyébként, egy dolgot szeret... Ezt már Marsz is megmondta, hogy a mennyiségi változás az mindig minőségit hoz magával. Hogy egy dolgot szeretek a videóiban, van az ökörködős rész, de ettől függetlenül a közeli képeit szeretem, ahogy összeállít mondjuk egy tekerést, ott a hülyeség az megszűnik, és szépen dolgozik a kamera alatt. Azt jó nézni. De egyébként meg hát ő kezdte ezt az egész fasságot, hogy be se köszönök, csak belefújjam, és akkor látjátok? Tons of flavor, meg az anyám kínja. Már 120 watton is megjön, gyerekek, hát ne vicceljetek, hát az alatt nincs élet. Na. Omega koncert, hol van az már? Jaj, engem mindig ezzel basztatnak a melóhelyen. Néha, mikor nagyon nem tudok fölállni, beleszívok egyet-kettőt, pedig nem egy olyan kazán, hát nem egy olyan tekerés, és akkor na, megint itt az Omega koncert. Hát de nem. Na, mi a véleményetek erről az egészről? Ugye a RIP jelenségről is akár, vagy erről a konkrét példáról? Hát nekem az a véleményem róla, hogy RIP baromi ügyesen fölépítette a saját brandjét, megtalált magának egy óriási kíváncsi közönséget, és aztán ő is emberből van, megjelentek a dollárjelek a szemében, és ennek a kicsúcsosodását láthatjuk most ezekben a szánalmas megmozdulásokban. Nagyon gáz. Ilyenje még nem volt egyébként, hogy levett volna videót. Tehát ez már tényleg durva. Meg azt látom, hogy azóta a videóiban is erre kommentelnek vissza. És 4-5 ilyen csatornát... Bütyköd nedves eléggé? Tessék? Bütyköd nedves eléggé? Igen. Sőt, mert találtam ilyen csatornát, hogy Tip Rippers. Keres rá, szerintem, az egy csaj, de csinált magának fekete szakállat, izéből valami szőrből, meg sapka, de kurva jó. Jó Isten. Jegyezd meg, Tip Rippers. Van már 4-5 videója, úgyhogy erre is kitér a Side Effects-re. Én nem gondoltam volna, hogy... Ja, de természetesen ott van másik kedvencünk, Twisted is, aki megemlékezett erről, de ő nem ilyen emelkedett stílusban, mint a fiatal fiú meg a lány, hanem a gettó nyelvén finoman. Mi a faszról beszél? Vitaminokat szedni, bazd meg a cigizéshez? Hát ez kész. Ja, úgyhogy nem egy, nem kettő kamerát ragadott, és tényleg tehát úgy felbaszhatta az agyukat, hogy voltak ott olyan emberek is, akik mondták, ez az első videóm, nem is foglalkoztam még soha ilyen, de ezt meg kellett csinálnom, ezt a videót. Tehát abban a körben gondolom én, azért jó távol vagyunk tőlük, tehát csak azt látjuk, ami lecsapódik, meg olvasni tudunk róla, de ott azért keményen adják neki az ívet most. És ami idegesít, hogy bárhogy próbálom keresni, rájönni, social engineering, bármi, amit el tudtok képzelni, nem találom meg az igazi, hogy IRL kicsoda ez a pali. Nem tudok rájönni, ha bárkinek infója van, ossza meg a csoportban, mert kurvára kíváncsi vagyok rá. Egy-két ember közeli képet láttam már Instán róla, hogy a gyerekével, a lányával diliznek, az teljesen rendben van, de nem tudok róla semmi mást. Nem találok. Redditet is túrom, a fórumokat is, de semmi használható. Azt majd meglepődsz, amikor kiderül, hogy ő igazándiból Kovács Edőmér Máté Szalkáról. Azon biztos. Mert akkor mondom neki, hogy Debrecen nincs messze, rohadjál meg, takarodjál oda bizére a vizsgálatra. Na úgyhogy nekem ez volt a hétre a kis színes videó, és akár kultúra rovat is lehet, és találtam egy nagyon jó képet, ami az egész mennyire káros, mennyire nem dologra szintén igaz. Professzor Zapinski bebizonyítja, hogy a polip sokkal intelligensebb a házi macskánál azonos körülmények között.
és egy döglött macska lebeg az akvárium vízében. Tehát igen, kontextusba kell helyezni a dolgot, az e-cigivel és a cigarettával kapcsolatban is. Ez zseniális egyébként, tehát ez a... Tudod, van az a kísérlet, amikor tudod úgy alakítani a körülményeket, hogy neked legyen igaza. Volt valami ilyen múltkor, mikor ki voltak állítva az állatok, és mindenkinek egyenlő feltételeket adunk, másszatok fel a fára, és akkor ott voltak ilyenek, hogy majom, hal, oroszlán, mit tudom is. A feltételek egyenlőek, másszatok fel a fára. Na ez is sokkal intelligensebb a házi macskánál. Nekem mindig a lár társulat jut az eszembe, hogy tudnak-e a hollók víz alatt repülni. Az egy nagyon értelmes projekt volt ebből a szempontból. Jó, Istenem. De brit tudósok kategória. Egyébként ez, ha jól emlékszem, akkor ez a Wolf Morgenthaler magyarul oldalon van a Facebookon. Na, ennyi értelme van a Facebooknak egyébként, hogy ilyeneket lehet találni benne, mert megállapítja például, hogy a forrásban levő béka elmélete azt mondja ki, hogy ha egy békát lobogó vízbe teszünk, akkor az kiugrik, de ha a vizet lassan melegítjük fel, a béka nem fogja érzékelni a veszélyt, és meghal. Ez komoly, komoly kutatás lehetett egyébként. Na, ha komoly, akkor beszéljünk valami komoly dologról is. Ujjaj. Guardianon jelent meg egy cikk, egy nagyon érdekes és jó cikk. Ha jól tudom, akkor az ausztrál Alex Vodak nevezetű doktor úr tollából. Ha jól tudom, az ausztrálra vonatkozott, nem a nevére és a titulusára. És az elektromos cigaretta és az elektromos cigaretta körüli herce-hurca és általában más ártalomcsökkentési kampányok és mozgalmak összefüggéseiről elmélkedett egy sort. És hosszú a cikk, és sok mindenről beszél, de néhány nagyon érdekes gondolatot fölvetett benne. Az egyik például az, hogy ugye az elektromos cigarettát Honlik annak idején azért találta ki, hogy a dohányzás szokásával elengedhetetlenül járó egészségkárosító hatásokat leredukálja, és ne legyen annyira baromira veszélyes maga a tevékenység és a szokás, mint hogyha az ember hagyományos cigarettát szívna. És itt nagyjából vége is lenne a történetnek, elnézést, orrot kell, hogy fújjak. Vége is lenne nagyjából a történetnek, erre jöttek ugye a dohányzás visszaszorításáért küzdő intézmények szemellenzős emberkéi, és elkezdtek olyan kérdéseket fölvetni, hogy hát le lehet ezzel szokni a dohányzásról. Kit érdekel? Nem ez volt a cél? És tök igaz, itt ezt olvasva esett le nekem, hogy igazándiból tényleg basszus kulcs ezt a célját, az elektromos cigarettának ezt a mondva csinált célját, hogy az ember leszokjon a dohányzásról, ezt ezek az emberek pakolták mellé. Ők kezdtek el kiabálni. Alapvetően arról szólna az egész, hogy ne öld meg magad. De nem, itt elő kellett húzni ezeket a kérdéseket a kalapból. Ezt csinálja-e, azt csinálja-e, fogyaszt-e nikotint, nem fogyaszt-e nikotint, egészen elképesztő. De nem is az a lényege a cikknek, hanem az úri ember, a doktor úr egyébként mindenféle ilyen leszoktatással, drogokkal, ilyen területeken mocorog, és körülbelül 30 éve foglalkozik a saját területén különféle ártalomcsökkentő policykkel és kezdeményezésekkel. És felsorol négy érdekes dolgot, ami párhuzamot föl lehet ismerni más ártalomcsökkentési mozgalmak között, ilyen például a tűcsere program, a drogosoknak a metadonosztása, stb. És azt írja, hogy az ártalomcsökkentési koncepcióban az alapvető cél mindig is az, hogy csökkentsük az egészségügyi, a társadalmi és a gazdasági károkozást. A,
amennyiben ez azzal jár, hogy egyébként mondjuk gyógyszerfogyasztás, vagy bármi másnak a fogyasztása, bármi más negatív dolognak a történése is csökken, az egy kellemes velejáró, de nem ez a fő cél. A fő cél az, hogy rövid távon drasztikusan csökkenteni lehessen a közvetlen károkozásait valaminek. Hát ugye, mint tudjuk, a dohányzás közvetlen, nagyon drasztikus károkozása az az, hogy tönkre bassza a használójának az egészségét, és valamilyen szinten még veszélyezteti a környezetét is. Az elektromos cigaretta erre ad egy nagyon egyszerű, nagyon brutális, nagyon egyenes választ. Azonnal, ahogy azt kezded el használni, drasztikusan csökkented a dohányzáshoz képest a téged érő egészségügyi károkat, kockázatokat, és ezáltal áttételesen a társadalmi és gazdasági kárait is ennek a tevékenységnek. A második ilyen nagyon-nagyon erős párhuzam az az, hogy az ellenzői, az ártalomcsökkentés ellenzői nagyon gyakran személyek ellen menő lejárató kampányokat folytatnak, és ugyanezt kapják meg vissza is. Hideget, meleget, megy az anyázás név szerint. Ugye ez is felfedezhető az elektromos cigaretta kapcsán. A harmadik párhuzam az az, hogy az ártalomcsökkentést ellenzők általában olyan mennyiségbeli és minőségbeli különbségekre vannak ráakadva, és ezeknek a kutatásával foglalkoznak, még akkor is, amikor már réges-régen nyilvánvalóvá vált, hogy rendelkezésre áll elég bizonyíték arra, hogy felelősségteljesen el lehessen dönteni, hogy effektív az adott dolog, és megvalósítja-e az ártalom csökkentésnek a megtörténtét, és kellően biztonságos-e a használata valami máshoz képest. És ugye ugyanez van az elektromos cigarettánál is, már réges-régen tudjuk, töménytelen mennyiségű tudományos bizonyíték van arra, hogy igen, elképesztően nagyságrendekkel kevésbé káros, mint a dohányzás. Igen, azonnali egészségjavulás áll be, stb. Az összes többi szokásos pozitívumot akkor már ne is említsük, de ezek az idióták még mindig olyan dolgokon lovagolnak, ami abszolút huszadlagos szempont. A negyedik, hogy nagyon érdekes, hogy a vita például a tiltott drogok és gyógyszertermékek és az ezekkel kapcsolatos ártalom csökkentés kapcsán, hogy az ártalomcsökkentés mellett kampányoló, valamely fajta ártalomcsökkentés mellett kampányoló emberkék, és annak az aktivistái mindig egy nagyon-nagyon kicsi kisebbség volt, amelyet megpróbáltak elnyomni az állami intézmények és a WHO. Valahogy ez mindig oda lukadt ki, hogy a WHO és az állami intézmények zsigerből ellenállnak bármiféle ártalomcsökkentési kísérletnek. Úgyhogy hát itt is ez van, bármi más tényleg legyen, a metadon, tűcsereprogram, stb., amiket már említettem. Totálisan megfigyelhető a párhuzam, hogy valakinek böki a csőrét, nem akarják, és aztán már réges-régen tudni lehet, hogy de egyébként ez egy kurva hasznos, társadalmi, egészségügyi, mindenféle szempontból egy elképesztően jó dolog, de ez nekik nem elég, lovagolnak még egy pár évig, évtizedig a fasságaikon. Szóval ez nagyon érdekes párhuzamokat vonultatott föl. Lehet, hogy le is fogom fordítani az egyszerűség kedvéért, de aki tud angolul, szerintem mindenképp olvassa el ezt a cikket. Szerintem fordítsd le, Krisztián. Jó, annyira nem hosszú, úgyhogy akkor majd neki veselkedem. Megkérünk, hogy fordítsd le. All right. Ezt szerettem volna megosztani veletek. Urak, 2 óránál járunk. És még sehol nem tartunk? Ecseim! És még sehol, nem tartunk? Csapassuk a két részre szedtük a dolgokat, és a támogatók föltették a saját helyén a kérdéseiket.
az egy külön fülön van már. De ezen úgy szaladunk végig, hogy megmondjuk, hogy mit fogunk tárgyalni majd. Mennyi fülünk lett már itt. De azaz, a későbbiekben. Kalmár Zoltán kérdezte a TPD utáni létről a pletykákat. Bár gondolom nem titeket hívnak egyből a forgalmazók, hogy sikerült betársulniok 8 darab mutyiboltba, hangzett dekangarumákról egy kis eszmefuttatás. Végül, de nem utolsó sorban, megvenném azt a sípoló kazánt, amit használtok a felvétel alatt, hogy azonnal ki tudjam vágni a kukába. Ez el kellett mondani. Ez miért akkor... az én sípoló kazánommal van mindenkinek bajom? Miért nem? Meg a fifikájéval. Fifika halálhörgős kazánjával. Na, már mind a kettővel. Oké, okay, akkor jön Dr. Balog László kérdése. Ez viszont bejöhet ide. Elsősorban az érdekelne, hogy a Villanypára Egyesületet lehet-e támogatni az adónk 1%-ával. Ha igen, akkor hol lehet megtalálni a szükséges adatokat, ha nem, miért nem? Hát, most, mint laikus, teszem fel ezt a kérdést, nem vagyok tisztában az ide vonatkozó jogszabályokkal, de úgy tudom, hogy egyesületet lehet támogatni, amennyiben nincs közük pártokhoz, munkaadói vagy munkavállalói érdekképviseletekhez. Támogatni azért nem lehet az egyesületet, mert nem vagyunk közhasznú. Közhasznú vagy egyesület. Kiemelten közhasznú talán? Igen, hát... Azt hiszem már a közhasznúság az elég lenne ahhoz, hogy az 1%-ból kapjunk, de nem vagyunk azok. Szerintem a dohányzás fókuszponton múlik, soha nem leszünk azok. Tehát. Eljön majd az az idő, eljön majd még az az idő. Aztán még tőle... Hazán ugyan... cseréltem, ez nem sípol, figyelitek? Igen, még tőle ugyanúgy kérdés. Én még személy szerint Lekvidekről hallanék, szívesen jó lenne néhány ajánlás vagy tesztbeszámoló. Tesztbeszámoló egyébként van fönn az oldalunkon, ecikitesztek.hu. Nyilván nem konkrét ízek ajánlására gondolok, pedig ott azok vannak. Sokkal inkább megbízható márkák, gyártók érdekelnének. Jelenleg csak Mystic-et gőzölök. Meg fognak korbácsolni, hogy ezt kimondtam. Nem málnát, az nagyon nem ízlet, bolond vagy fiam. Már ha ilyet mondhatok egy doktornak. De szívesen tágítanám a látáskörömet, ha ez Boris meghallja, hogy tágítana valamit, amíg még lehet. Sok mindent próbáltam, de eddig egyik sem jött be annyira, mint a Mystic Fifik, a gyógynövényes levesei. Azok is nagyon izgatják a fantáziámat. Ezeken túl még arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan látjátok a podcast jövőjét. Na ez akkor az előzőeket, amiket mondtam, ez majd megy a leveses blokkba, egy külön adás rész, egy külön adásnál. Ezeket viszont meg tudjuk válaszolni. Hogyan látjátok a podcast jövőjét? Van-e hosszú távú terveitek között tovább csinosítani ezt a kis, vagy csiszolni ezt a kis gyémántot, csak hogy egy kis közhelyel éljek? Például a közönség találkozókon kívül más outdoor programok szervezése, tudom is én, gyárlátogatás Mystic Petinél. Na, hogy látjuk a jövőnket, fiúk? Most akkor a TPD-pletykát átugrottuk? És hát, mert azt majd azt a TPD-s... A sorozatban blog... akkor kivesőzzük. Aha. Aha, jó, rendben. Akkor mi volt a kérdés? Hogyan látjátok a podcast jövőjét? Hosszú távú tervek, mit csiszolnánk még, outdoor programok? Fényesen látjuk a podcast jövőjét, én legalábbis személy szerint. Nem tudom, ez most beletalált ez a kérdés, és fölcsillant a szemem itt magamtól, hogy ez már felveti azt, hogy el fog múlni ez a rossz idő egyszer, és ki lehet menni majd a szabadba. Csinálhatnánk majd valami ilyesmit. Én pont arra gondoltam, igen, hogy ilyen nem is túl megerőltető, túrázásszerű valami, de tudjátok, hogy összeverődnénk valahol, mit tudom is, egy jó szalonna sütés. Erre gondoltam, hogy valahova elmennénk kocsival, és akkor onnan egy kis séta, ilyen tűzrakóhelyre, akkor szalonnát sütni, vagy bográcsozni valamit. Tök frankó lenne, majdnem azt mondom, hogy fasza. Jó, akkor tök fasza lenne. Ilyenre tudok gondolni. Hát olyanra nem, hogy mindenkit kiviszünk Angliába gyárlátogatásra, vagy Romániába, de meg hát most ki az, aki megmutatná a gyárát? Na, hát azért ezek titkok, meg ilyenek. De egy jó bográcsozás, vagy szalonna sütés. Várjál csak, Mújó, várjál, Fifika, elmentél valami mellett. Nem ment el Mújó disznóvágásra, mert állat. Most meg azt mondta, összejöhetnénk egy jó kis szalonnázásra.
Igen. Hát hogy van ez? De ő a tábortüzes szalonna sütésre gondolt szerintem. Hát és akkor azt nem enné meg a szalonnát, vagy csak lecsöpögtetné a zsírját? Soha nem mondtam, hogy nem eszem szalonnát. Aha, tehát én állatoknak egyes. Én vagyok vegetáriánus, én csak 99%-ig vagyok vegetáriánus, a szalonna jó kis nyáson sű zsír szalonna. Azt én benne is van abban 4-5 féle hús készítményben, amit megeszem nagy ritkán. Aha. Jó, szerintem ahogy jön a jó idő, ezt csapassuk, mert ez tök jó ötlet. Jó, én hosszú-hosszú évekkel ezelőtt még a kellemes késő 10-20 éves koromban nagyon gyakran, szinte két hetente mindig csináltunk egy szalonnasütést fönn a Pálvölgyi Cseppkő barlangnál. Nagyon jó hangulatúak voltak, meg ilyenek. Aztán így az idővel, ahogy szétszedett a társaság, meg ahogy ott átvariálták a Pálvölgyit és környékét, ezek megszűntek. De hogy mindig nagyon élveztem ezeket, úgyhogy ilyeneket tökre csinálhatnánk. Azt tudod, miért lenne jó, Mújó? Mert egy... Ácsi. Tehát, jó van, süssünk dócon, értem. Igen, de várj. Vagy sátrozunk a kertedbe is. És nem. Dócon a művelődési ház előtt van egy brutálisan nagy szalonna sütő. Tehát ilyen, nem, mit tudom is én, 15-20 körbe tudják ülni. Na. Annak a háta mögött van egy kemence, egy ilyen szabadtéri kemence, ahol mondjuk lehetne kenyeret sütni, és van egy művelődési ház, ami ilyen 100-110 ember befogadására képes. Ott meg lehetne részegen verekedni. Vagy baltával, most ahogy hallottuk a híradásokból. Na jó, csak hát... És ez így mind egy helyen van, gyönyörű, csillagos ég. Hány csillagos? Tudom, már megint jössz a birkákkal, testen... meg a végetéssel, meg a tücskökkel. Na jó, hát... Tudok mutatni birkát, tücsköt, kutyát, macskát, malacot, amit akarsz. Ne zárkozzunk el semmi elől, csak én tudok közelebb is. Próbáljunk meg először olyat, ahol kicsit közelebb van a podcast hallgatók érdekeltségi köre. De nem zárkózunk el semmi. Lefedettségű műsor, milyen országos? Milyen országos? Föld lefedettség. Németországtól kezdve. És nekem tök közel van. Jerevánig hallgatnak minket. Jó, akkor ez tök jó ötlet, csapassuk ezerrel. Dóc egy tök jó esélykiegyenlítős helyszín, mindenkinek egyformán rossz helye van, kivéve Fifika. Kivéve Fifika, igen. És ő az, aki részegen csak azt mondja, jó van, akkor én megyek, lefekszem. Csináljátok, amit akartok. Menjetek, ahova akartok. Itt ne randalírozzatok. Fifikának is csak az első alkalomig jó, mert utána mindenki ilyen ferde szemmel néz majd rá a faluba. Ez jöttek azok az állatok. Megyek tovább akkor. Vocelka Gábor kérdezte, hogy készülünk a TPD utáni állapotokra. Kedves Gábor, a következő adások egyikében el fogjuk ezt regélni. Demeter előd, sziasztok, milyen szájból tüdőbeket, ez nem az a topik, nem javasolunk mindenféle kazánokat, de ennek is lesz majd egy külön adás, és a többi. Most viszont csapassuk az eredeti olvasói kérdéseket. Hát ez segélyre vágtál ezeknek a kérdéseknek. Hát mert ez mind olyan kérdés, amit majd egy adásban kifejtünk. Hát jó. TPD. Oké. Heiner Zsolt kérdezte, az egyik adás végén beszéltetek a kantál tekerés tisztításáról, így az sokáig használható. Tudnátok részletezni ennek folyamatát, hogyan is néz ki ez a gyakor? Tudnánk, sok mindent tudnánk részletezni, de ez mind olyan, hogy ezt magától az ember rájön. Én például vettem 4 éve egy fogköztisztító sört és valamit, nem tudom mi, hogy mint egy kis fémrúd, és mint egy üvegmosókefe nagyon picibe, én azzal tisztítom a kantálnak a belsejét, meg izzítok, csak egyszer a kettőt nem merez műanyag, és beleolvadna akkor, de hát Krisztián, meséljétek el, hogy ti hogy tisztítjátok. Én sehogy, mert én integráltat használok. Akkor te úgy tisztítod, hogy kidobod? Kidobom a picsába 500, nem, 650 forint egy betét bele. 3 hét után kidobom. Én nem igazán tisztítom a kantált, amikor már nagyon összegennyesedik, akkor
kidobálom belőle a vattát, leégetem a szemetet, még körbe kifújkálom, hogy hívják a kis kerámia csipesszel, megkaristolgatom, hogy biztos, hogy lejöjjön, meg kipotyogjon a szálak közül is, vagy a hajtások közül is. Aztán visszafűzöm a vattát, és ennyi. És ezt ismételgetem addig, amíg el nem vásik valahol a fűtőszál, és aztán akkor újra tekerem. Vagy nem instabilizálódik az ellenállás. Na, megyek tovább, Bárány Miklós kérdés csoportja jön. Mindenki egy szavas válaszokat nyugodtan adhat rá. Akkor most május 20-ig már nem tervezünk, mint magánszemélyek, semmiféle tiltakozást? Nem. A boltosok, akiknek megszűnik a megélhetése, terveznek valami megmozdulást május 20-ig? Mivel van, nem. Ha jól tudom, vagy 100 bolt, ami legalább 200 dolgozó, tehát 200 család megélhetése, vagy ezek az emberek semmit nem akarnak tenni saját megélhetésük biztosítása kapcsán? Tisztelet a kivételnek, akik a decemberi tüntetésen ott voltak. Erre mondtad, hogy csak nem hallatszott? Nem. Jó. Ha nem én árnyolnám az egyes pontot egyébként, meg még a kettest is talán, mert nyilván a boltosok nevében nem nyilatkozhatok, hogy azért itt már volt két nem tüntetés, nem bejelentett demonstráció, amin voltunk 10 páran kb., meg volt két bejelentett tüntetés is, ahol néhány százan összejöttünk, ha csak valami nem lesz tüntetés, ha csak valami nagyon durva apropója nem lesz, legalábbis részemről. Ha ne adj Isten, május 20-ig valamire napvilágra derül, amivel meg lehetne mozgatni embereket, meg van még értelme is, és tényleg nem az van, hogy a szokásos 200 ember elmegy, hanem meg lehetne mozdulni, de nekem nem ez a tapasztalatom itthon sajnos, akkor elképzelhető, hogy valami lesz, de tervbe véve momentán per pillanat részemről sincsen semmi. Ha nem lesz semmi, akkor marad a jogi út 20-a után? Hát 20-a előtt is van a jogi út, ugye még mindig formálódás alatt van az ellenzéki pártok beadványa, amit szervez a Jobbik. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy ketyegnek a hatósági beadványok, de hát mire azok leketyegnek, addigra április lesz legkorábban sajnos. Úgyhogy itt mennek ezek a dolgok, annyi a különbség, hogy ezek végigmennek a maguk útjaim, és aztán május 20-tól még hozzá csapódik még az állampolgári alkotmánybírósági panasz lehetősége is. Ezt fogjuk majd kitárgyalni szintén egy adásban, hogy jaj, akkor nem beszélek hogy ebben. Állnak a pontok, és mik lesznek. Oké, a Liquid, amit Fifika csinál a bulira, hasonló minőségű papírmatricát kap, mint múltkor a múltkori, illetve ami az általános gyári matricája a Blossnak, ugyanis nehéz eltenni relikviának. A tiltakozó Liquid papírja is lemállott, mire elfogyott, így nem tudtam eltenni az utókornak. Hát gyorsan le kell venni az elején, és lelaminálni. Ne. Tehát a gyári és a prompt liquidek matricája között az a különbség, hogy a gyári az nyomdába készül, a tiltakozó matricája az meg nyomtatod a kanonon. Készül. Hát igen, mert gondolom, hogy ott is kell, csak a leesőt számolod, egy nyomdagép nem indul el pár ezer etikett alatt, az meg itt nem lesz. Hát konkrétan, hogyha etikettet nyomtatunk, akkor 20 000-nél indulnak. Na. És azt is úgy, hogy úgy a legolcsóbb, ha csíkra vágatom, és utána ők keresztbe riccelik. Fifika, most akkor elárultad, hogy nem lesz 20 000 ajándék likvid. Nem lesz 20 000. A francba. Nem lesz 20 000. Hú, ezt vágjuk ki az adásból, mert lehet, hogy egy csomóan nem fognak ezért jönni. Úgyhogy ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy veszek ilyen íves A4-es előre riccelt címkét, és akkor arra, az mindig van nálunk, ugye, mert olyan azért van, hogy kinyomtatod a 20 000-et, mindegyikből, mit tudom én, 1000-et, és valamelyik hamarabb elfogy. És még a nyomdába nem adtad le, vagy nem készült el, akkor nyomtatóval nyomtatunk egy párat, amíg meg nem jön a nyomdából.
Tehát így mindig van ilyen, de hát nem tudok ezen változtatni. De ezek az igazi kuriózumok, mint a félrenyomott bélyegek. Igen. Ritkaság számba megy teljesen. Igen, ráadásul ez egy tintasugaras nyomtató, tudod, ez a külön festéktartályos, és hát elég nehezen viseli a vizet is, meg a likvidet is. Sajnos. Körbe kell ragasztani cellux, akkor sokáig jó lesz. Hát mondom, hogy leáztatni azonnal, és aranyba foglalni. Hát nem kell leáztatni, Krisztián, mert ezek azért annyira... Vagy az egész üveget begőzölni arannyal. Igen. Jó, megyek tovább, mert ez már komolytalan. Értem én, hogy a Blacky Bugyuta kérdéseivel nem foglalkozunk, de azért csak jó lenne szót ejteni az alaplevek és lekvidek hosszú távú eltarthatóságáról. Külön megfogjuk akkor ezt is egy külön adásban boncolgatni, köpködni, de már nagyon sokszor elmondtuk, és az az én észrevételem csak ehhez a témához, hogy a lehetősége mindenkinek adott. Vagy meleget tud csinálni a lakásban, vagy hideget, vagy szobahőmérsékletet. Ki kell tapasztalni, csak így előjáróba annyit. Tegyél be egy decis flakont a mélyhűtőbe. Aztán nézd meg egy-két hónap múlva. A meleget azt kizárjuk, marad a szobahőmérséklet, meg a fagyó. Ez a két lehetőségünk van homemade otthon. És akkor a többit meg majd külön adásban. Van még egy lehetőség, erről lehet, hogy annyit nem beszéltünk, de ugye három ellensége van a nikotinnak. A hőmérséklet, a fény és a levegő. De, és akkor Fifika ilyenkor jönne, hogy a többit abban a bizonyos adásban megtudjátok. Abban a bizonyos adásban fogjuk elmondani. Marketingből kicsit fölhozlak téged. Jó, akkor ennyi volt az olvasói kérdések, és akkor Krisztián, a te érdekedben nagyon remélem, hogy felhoztad magad S06E09. Ho-ho-ho-ho, azon múl, ahogy kijött, természetesen. Oké, és akkor most mondom, aki nem nézte még meg, az most állítsa meg, aki meg megnézte, az nyugodtan hallgassa meg, akit nem érdekel, kapcsolja ki, mert lehet, hogy már más nem lesz az adásban. Szóval elindult a 6. évad második fél évada a Walking Deadből, és annyit kell csak mondanom egy szóval, hogy odabaszós. És nem volt... Krisztián, erősíts meg, nem volt annyi hentelés benne, nem volt annyi zombi benne, mint az évad első részében a bányában, de valami én nekem volt olyan rész, mikor fölugrottam a helyemről, azt ordítottam. Én nem, de nagyon kemény volt. Hát két rész volt, ami nekem már kicsit mese volt. Az egyik a deriles motoros, hát az pont meg ott vissza kellett tekernem, mondom, mi van? Zseniális. Tehát basz meg egy RPG-vel, vagy páncéltörővel lelő, basz meg 9 motorost, az zseniális volt, de hát mese. A másik meg Glenn, mikor már 55-ször majdnem hal meg, és már mikor a feje fölött vannak a zombik, és akkor na megindul a, hogy hívják a vörös hajút? A katona. Igen, nem fog eszembe. Nem tud eszembe, nem jut eszembe, és akkor elindul a kaszálás hentelés. Az nagyon komoly. Kefehajú. Igen, viszont azt én már láttam előtte, orosz oldalakon megspoilerezték a kisrácnak a szemét, hogy ellövik. És az meg imádkoztam, hogy vagy nagyon jó lenne, vagy nem, de végül is bejött, úgyhogy már mikor meghalt az anya meg a fia, akkor tudtam, hogy a kiskölök, aki egyébként ugye a labilis volt, az össze fog omlani, és ő lesz az, aki... Tehát én már meg voltam nyugodva, amikor meglőtték, mert akkor tudtam, hogy na, ez a szemes sztori lesz, és akkor utána milyen fejlődésen ment át Ricknek a karaktere. Tehát az most kimegy bazd meg, kimegy a házból, mindenkit lehentel a gecibe. Ott lerédelte, hallod azt a környéket rendesen.
És az összes többi városlakó, ugye na ott mindenki megvilágosodott, és még a Eugene is kiment izében macsétével. Az összes kis bárány, hogy rá cuppantak, nagyon durva volt. Igen, igen. Úgyhogy fú, kurva. És azt mondta a showrunner is, hogy még nem mikor ez kijött, hanem elindult az évad, hogy ennek lesz a legdurvább szezonzárója. És hogy milyen lesz, ha ilyen volt a fél évad nyitó? Úgyhogy kemény, kemény, kemény. Most nem tudom, meg keverem a Big Bang-el, hogy itt is van terhes, meg a Big Bang-be is. Vagy megint nem terhes? Valami volt, hogy de igen, igen. Aha, jó van akkor. Tehát ezt a, ugye ettől a terhes szálltól nem tudunk egyik sztorival se szabadulni, ez pedig ez olyan lapos, hogy terhes vagyok, és jaj, bazd meg, jó van. Tehát ezzel eladni, az... Na mindegy, szóval nekem fú, nagyon bejött. Nagyon bejött. Lehet, hogy még ma is megnézem egyszer este. Aj, nem jó, mert asszony hazajön, ő meg nem szereti ezt. Nem tudom, nálatok Kinga nézi? Nem, nem, ez az én rágógumim. Fifika, te olyan csöndben vagy a Walking Dead-nél, te tudom, hogy trónok harca, de semmi? Nem, nem. Egy részt vagy kettőt megnéztem. Én megmondom őszintén, lehet, hogy ez most ilyen fellengzősen hangzik, de van egy csomó olyan téma, amit mentálisan távol tartok magamtól. Ilyen a zombi. A legjobbakat. Te bolond vagy. Aztán majd nézel, mint hal a szatyorba, mikor tényleg jönnek. Az bazd meg, hol lesz akkor neked? Nekem itt van az asztalon 16 000 milliamperórás zombi támadásra felkészített Xiaomi pótaksi. Kérlek. Hát, nem fogod tudni, mihez nyúljál, lámpához vagy konzervhez. Basszus. Ásóhoz, basszus. Te tudod, milyen, te olyan leszel, mint az előzmény sztoriban az emberek, hogy nem akarják megölni őket. Mert jaj, még él, még jaj, még a szemébe lát. Meg hát, ha jobban lesz. Ne nézz oda, szerintem csak tüsszentett. Volt egyszer egy ilyen zombi paródia. Gyere, gyere, nézz oda, puszit akar adni. Bocsánat. Volt egyszer egy ilyen zombi paródia, nem emlékszik rá senki, egy ilyen film, amikor a pincébe tartotta a családját, akik zombivá lettek. Valami rémlik, de Tarkon lősz se. De nagyon régi film, és akkor abban volt egy ilyen jelenet, hogy a zombik bementek a házi buliba, aztán végén mindenki zombi lett a házi buliba. Ilyen fél emberek húzták föl magukat a lépcső, meg nem tudom, és akkor kinyílt az ajtó, srác a motoros fűnyíróval a nyakába, megfordítva a fűnyírót a pengés felébe kifele, és akkor beszólt, vége van a bulinak, és berántotta a fűnyírót. Nekem még egy nagy katarzisom volt ebben a részben, nem tudom, mennyire ragadott meg téged az a pillanat, mikor az a kis csaj, aki mindig meg akart szökni, a Glennel voltak valami házban, és hogy de csak erre emlékszel, és akkor nem, azokra, akik már nincsenek köztünk, és felsorolt egy-két nagy karaktert, és belegondolsz, hogy basszus, tényleg az sincs már itt, Andrea sincs itt, a T-Boy, vagy T-Rex, vagy fú, hogy hívták a nagy darab fekasrácot, az se. És akkor ott jöttek a kommentek, hogy fú, de még kit nem említett, bazd meg napestig sorolhatta volna, hogy kik nincsenek már itt. De, és valaki csinált is belőle egy ábrát, úgy szürke képekkel, azokkal a régi szereplőkkel, akiket említett, az kurva jó rész volt. És hogy neked ki van az arcod előtt, hát a szüleim, vagy a családom, vagy valami hasonlót mondott. Úgyhogy az még, ott még lepótolhatják a hiányzó nőegyedeket ezzel a csajjal is egyébként a sorozatban. Most hát Rick most már megint nő nélkül maradt, tehát már megint mehet a challenge, hogy azon honnan lesz. Én visítottam a röhögéstől azon a részen az elején, amikor így ilyen plü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 
De jött a kisgyerek, anya, anya, és így nyávog, hát mondom, ember, bazd meg, ott mész egy csomó zombi között, és nyávognod kell. Tehát ez így nagyjából céltáblát festettél a homlokodra, várom, hogy mikor lesz véged, mint a botnak.
és aztán ott mindenki begajdult ott hirtelen, és így, mintha ott se lettek volna, egy és nem sok űr támadt mögöttük, vagy maradt utánuk, talán Riket leszámítva. Igen. Hogy, hogyan ne viselkedjünk zombi apokalipszis idején, azt nagyjából sikerült fölvonultatniuk a teljes szakkönyvet. Na, hát Fifika ilyet sem fog tudni, majd óbégatott. Közben nézd meg a... Nekem ilyen vérbirkáim vannak, azok megeszik a zombikat. Nézd meg a Riknek a lányát, a kisgyereket. Az milyen szép kúsba volt. Az ki volt képezve, az ebbe született bele. Tudta, mi van. Ezek meg Alexandriában, az meg óbégatnak, meg sírunk, meg ordítunk. A faszom. Elhullott a gyerek, megyek tovább, kész. Van még egy. Hát aztán már az sincs. Hú, azt. Hallod? Azt milyen szépen lehentelte a Mison, hallod? Hátba. És ha belegondolsz, ő már ugyanígy hentelt egyszer, és ugyanilyen kontextusban, hú, ki volt az? Na, meg nem mondom neked, de az is ugyanilyen volt, hogy... Valakit, aki megkattant, lenyomott, igen. Várjál, a kormányzó, és ugyanígy a izének ment neki, a Riknek ment neki. Igen, a kormányzó volt. Meg a kormányzónak a zombilánya, tudod, akit pórázon tartott, vagy egy üvegbe a családot. És örüljünk, Milestone-hoz érkeztünk, sikerült meggyőznöm Boriszt, hogy olyan nincs, hogy a Breaking Bad-et azt a második évadnál abba hagyott a bolond. Kezd el, üljél le, csináljad, és azóta írja nekem, hogy ó, de durva volt az, és a izé, és a Los Pollos Hermanos, hát mondom, az a néger, az csak a képen ilyen vicces, egyébként meg agybeteg, úgyhogy darálja ő is a Breaking Bad-et vadul, beszippantotta, úgyhogy mondtam én, hogy harmadik évad, aztán utána pörögnek az események. Mi ez a nagyon jó, amit beraktatok? Ez Fifika volt. Ezt én raktam be, képzeld, a YouTube-on találtam ma, és nekem új volt, lehet, hogy ti ismeritek. Van egy ilyen sorozat, hogy az összes csillagháborúja film hogyan végződhetett volna. Zseniális egyébként. Egyet beraktam ide, mert ha erre rákattint, akkor az összes többit látni fogja, és magyar felirattal van fönn a YouTube-on, és ezek ilyen rövid, nem is tudom, 4-5 perces animációk, de zseniálisak. Blackinek külön ajánlom egyébként. De sorozat, tehát van vagy 10 vagy 20 része. Na, ez mehet a kultúrába is akár. Vagy oda raktál más? Bocsánat, én a Facebook illem szabályt jó. raktam. Jó pofa, tehát, és nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ajánlott mindenki számára. Oksa fiúk, akkor mi volt még sorozat? A száz... Én gyorsan bepicentettem ide kettőt. Ja, igen, a Continuum. Emlékezzünk meg a Continuumról, ami most, hát már egy ideje vége van, csak most volt időm megnézni az utolsó epizódokat, ugye lezárták egy 6 epizódos évaddal a végét, és amilyen kis gagyi erőltetetnek indult, egy egészen tökös jó kis sorozat lett a végére, itt ilyen időutazós, időparadoxonos, ott már mindenki mindenki ellen, és ihaj csúvaj, úgyhogy csak szerettem volna megemlékezni róla, hogy ha már vége lett, hogy ez bizony egy kellemes kis sorozat volt, ha valaki nem nézte, és szabad időben bővelkedik, és szeretne nézni valamit, akkor ezt érdemes lehet. A másik pedig, annál is inkább ugye, hogy sci-fi-os sorozat volt a Continuum, és rengeteg sci-fi-os visszatérő színész visszaköszönt belőle, akiket én speciál nagyon kedvelek, és ha valaki ezeket szereti, akkor érdemes nézni, mert ha más nem epizódszerep, egy-egy epizódszerepre vissza-vissza kacsintanak, úgyhogy nagyon klassz volt a felhozatal szereplő gárda szempontjából. A másik pedig a Lucifer című sorozat, ami most indult, talán most tart az ötödik évadnál, vagy ötödik epizódnál az első évad. Nem tudom, hogy azt nézed-e, Charlie, vagy sem. Nem, még nem jutottam el. Sok van sajnos most a Q-ban. Az alapkoncepciója az lenne a sorozatnak, hogy Lucifer baromira elunta magát, mint a pokol ura, és azért úgy döntött, hogy Szabit vesz ki, és elment Los Angelesbe, és egy éjszakai klubot üzemeltet.
És alapvetően ez egy ilyen bugyuta dolognak is lenne tekinthető, hogyha mondjuk nem Jerry Bruckheimer neve fémjelezné, aki azért szar mellé nem annyira szokta adogatni a nevét. Nyilván ez ízlés kérdése, de hogy alapvetően azért minőségi sorozatokat gyárt Bruckheimer úr. És egy ilyen kis poénos, könnyedebb, érdekes valami kezd belőle kifejlődni. Csak jutnék el oda, hogy etnek is neki kezdek már. Fiúk, 2:35 nyers adásidő. Azt tapasztal. Azért még csak 15 zsebkendőt fogyasztottam el. Készítsük magunkat, tehát most trenírozzuk magunkat a 100-ra, mert én ott úgy terveztem, hogy ott, két napig adunk. Hát nem, de az elejétől a végéig rögzíteném a dolgot. Úgyhogy ha épp úgy adódik, akkor valaki mindig a mikrofon előtt, aztán beszélünk, ha máshogy nem, akkor úgy egymás között, aztán vagy ott elviszem majd a hordozható mikrofont, és akkor majd ott a tömegben grasszálunk, azt elcsípünk egy-két mondatot a többiektől. Úgyhogy készüljetek, fiúk. Lackó Attila, lehet, hogy lesz egy olyan adás, hogy több lesz, mint 3 óra? 4, 5, 6? Nem mond ki a nevét, nem mond ki a nevét. L.A. 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 Edition. Igen. Viszont akkor ezt a mai adást zárjuk be, és akkor az adás cím az maradjon az első? Vagy a második? Nem tudom. Jó az első. Mert tulajdonképp, várjál. Sarah Connor nem ment vissza az időben. A T-1000-es ment vissza. Igen. És mi egy T-1000-est keresünk akkor. De jó. Lehet 1001-es is. Na most akkor melyik legyen, fiúk? Én egy 800-assal is. 1000-es fölfelé bármelyik jó. Én egy 800-assal is megelégednék. A 800-as volt az első, igaz? Arnold, igen. Akkor kiné van egy T-800-as? Mert azért mégis Arni a menő. Hát, ugye. Jó, akkor legyen az az adás. A lelki szemeim előtt van. Van Arnold. Hallod, mikor a koporsó van így a vállán, tudod, és benne a fegyverek, és körbefordul, és mindenkit lehentel. Jó, kinél van egy elfekvő T-800-as? Ú, de majd mindenki küldözgetni fog nekünk régi Ericssonokat. Az nem jó. Jó, mindegy, ez marad. Kinél van egy elfekvő T-800-as? Ezt a veszélyt vállaljuk. Igen, T-800-as. Én örülök, hogy a héten is elbeszélgettünk egy tartalmas jót, és újabb történeteket és ötleteket merítettünk a következő pár adáshoz. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Jobbulást mindenkinek! Igen. Köszi szépen. Sziasztok!